Na figyeljetek gyerekek, ahogy bent az értekezleten megbeszéltük, ma a párharc kerülő mozgás mintákat fogjuk gyakorolni. Az edzés úgy épül föl, hogy először, tehát minden a bemelegítésben arra épül, amit utána fogtok csinálni, hogy a cél megvalósuljon. Először is nagyon egyszerűen szépen párokba, közel egymáshoz lapos mozgásba passzokat fogtok végezni, jó lazán. Ezeket majd másfél-két percenként megszakítjuk, és akkor bemelegítjük külön konkrétan az izületeket. Ezeket a gyakorlatokat az első 20 percben a kapusok is mindent együtt csinálnak velünk, minden, ami láb, tehát minden lábra. Jó, és utána, amikor mi az átmeneti részbe átmegyünk majd egy 3-3 elleni játékba, ahol iskolázni fogjuk a leválást meg a beindulást, akkor mentek ti külön a kézzel és külön kapus speciális dolgokra. Mi végzünk ezzel, ti végeztek azzal, és aztán jövünk be a valós játéktérbe, és akkor ott gyakoroljuk azt, amit ma át kell, hogy vegyünk. Illetve az edzést akkor egy ilyen bemenő gyakorlattal zárjuk be, hogy megnézzük, hogy ki az itt király. Jó? Ne, páros labdás. Egész térfelet állópályát ne rombold szét. Csak ezen a térfélen. Használd ki az egész térfelet bátran. Igen? A legkisebb meg a legnagyobb. Dávid és Góliát. Vegyüljünk el gyerekek, ne egy helyen. Te kicsit ott, te kicsit itt, segítsed. Igényes legyen, pontos, precíz. Igényes, pontos, precíz jeladások, pontos passzok. Nyilván még egyszerűen, nem kell semmi dinamikus mozdulat még. Csak lazán érezd meg a labdát, érezd meg a talajt. Készülj föl rá, hogy milyen pályán kell edzened. Érezd meg a műfűvet, érezd meg, hogy mennyire csúszik. Utána már ezzel ne legyen probléma. Utána ne legyen probléma, hogy gyorsabb a labda, vagy fölgyorsul. Szépen úgy próbáld a pályát, a területet kihasználni, hogy ne zavard a másik passávját. Illetve töltsd be az egész pályát nyugodtan. Normális. Jó, oké, megállsz ott, ahol vagy, megy a jobb oka. Megy a jobb oka, mondom, megállsz ott, ahol vagy, megy a jobb oka. Csináljad kifelé, befelé, jó, feszítsd le a jobb okádat, azt teljesen tedd rendbe. Jó, megvan, mehet a bal. Jó, melegíts be, feszítsd le. Ki be, lefeszítetted, fölemelted, minden, ami a bokád bemelegítéséhez kell. Jó, oké, lerázod, mehet a térd, kifelé, befelé, jobbra, balra. Egy hatot mindenből legalább csinálj meg, annyi kell, hogy átmozgasd. Jobbra, balra körözd, kifelé, befelé, szépen, igényesen. Jó, hogy mozgásban vagy, kicsit gugolj be egy picit, nem kell teljesen lemenni, csak egy olyan 90 fokot zárjon be a alsó lábszárad meg a combod. Ez az, csinálj egy 6-ot, 7-et, 8-at, amennyi úgy jól esik, nem kell teljesen bemenni, csak... Oké, jó, lerázod, mehet a combtő,
jobbal kifelé csinálj meg egy hatot, befelé csinálj meg hatot, bal lábaddal aztán ugyanúgy, kifelé, befelé szépen melegíts be. Szépen, szép tiszta köröket írj a térdeddel. Ne sajna, ne legyél lusta, igényesen csináld végig a mozdulatot. Ez az, jó, lerázod a lábad. Jó, mehetnek a passzok, most már egy picit távolabb vagy egymástól. És kicsit erősebb passzok. Ez az, kicsit. Szép, tökéletes. Kettő érintésed legyen. Szépen. Szép tiszta átvétel, finoman érj a labdához. Már úgy vedd át, olyan legyen az első érintésed, amiből tökéletesen tudod folytatni, aztán tehát tudsz passzolni. Siklik a passz, nem dadog. Siklik, siklik, siklik szépen. Gyerünk, gyerünk szépen, siklik a passz. Végig birtokotokban legyen a labda, gyerekek, nem mehet el. Ebben nem szabad hibázni, koncentrálj szépen, tisztán, egyszerűen. Finom labda érintés, szépen elsőre úgy érsz hozzá, hogy tudjad bele folytatni. A párharc kerülő játékfölfogásnak nagyon fontos eleme az, hogy milyen az első érintésed. Mert hogyha rosszul veszed át, lehet, hogy mégis párharcra fogod magad kényszeríteni. És az pedig nem a te szituációd. Jó, elég lesz. Megállsz, megállsz ott, ahol vagy. Mert a csípő jobbra, utána balra. Csípő, csípő, ne a ne törzskörzést csinálj, hanem csípődet. Jó, mehet a törzskörzés, jobbra is, balra is. Jó, melegíts be, jó, melegíts, de stabil legyen a derekad, stabil legyen a csípő ízületed. Oké. Okay. Jó, lerázott kicsit, mehetnek a karok, csak a jobb kéz előre mozgásba vagy, csak a jobb kéz előre mozgásba vagy. Gyerünk, tap, 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 csináld, 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 csináld. Jó, ugyanígy a jobb kéz csak hátra, nem állsz meg, ugyanúgy a jobb kéz csak hátra. Bal kéz előre, mehet. Bal kéz hátra. Mehet mind a két kéz előre együtt. Normálisan vábból csinálja a köröket, ne adj. Úgy-úgy, hoppá, hátra. Mozgásba, mozgásba, mozgásba. Jó, váltott kéz előre. Le is mehetsz egy picit. Úgy, hoppá, és mész hátra. Mehetsz oldalra, mehetsz hátra, jó, melegíts be. Oké, mehet a nyak.
Jobbra, balra, előre, hátra, körözz egy kicsit. Nyak, 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 nyak. Jó, mehetnek most megint a passzok, de figyelj rám, most már van egy jel. Tehát vagy van egy leválás, vagy van egy beindulás. Tehát mindig két érintő után passzolj, tehát vedd át, és utána amilyen jelet ad a társad, ha beindul, akkor elé teszed, hogyha leválik, akkor pedig oda teszed a lábára. Tehát nézzük, Csongi, mutass egy leválást. Ki a párod? Na. Leválás, úgy oda teszed pont a lábára a haladás irányába. Nézzük, mutass egy beindulást. Várj, állj meg, átveszed, most a jele. Beindul, akkor elé teszed. Nem jó, meg kell törni a mozgását. Ha beindulásra teszed a labdát, akkor nem törhet meg a beinduló mozgása, hanem úgy kell elé tenned, hogy jó ütembe találkozzon a labdával. Ahogy te is szeretnéd kapni. Jó? Tehát leválásnál lábba, arra a lábára, amelyikre kéri, beindulásnál pedig úgy elé a területbe, hogy kényszeríts sprintre, de tudja azért elérni, tehát optimális legyen a sebesség, ahogy te is szeretnéd kapni. Mert mindig két, azért van két érintő, hogy tudjon adni egy jelet. Mészáros? Volt 20 perc, de megszokjátok a talajt, mégis 200-szor erősebben passzolod, mint ahogy van értelme. Nézzük a jelet. Csak leválás van, meg beindulás. Másmilyen nincs. Felé lépés nincs. Csak leválás, meg beindulás. Mi a jel? Mi a jel? Nem baj, majd megérzitek, semmi baj. Mely? Mi a fasz? Mikor? Hoppá. Nézzük, nézzük, egyértelmű jelek legyenek. Az, az, az szép. Jó ütemű legyen. Nem kell elvinni sehova. Ott átvetted, nézed, hogy milyen jelet ad. Nem kell visszaállni a helyedre. Csak úgy, logikusan, ahogy jön, ahogy következik belőle. Az, az, most fölnézel, milyen jelet ad. Hopp, beindul oda. Ne kelljen megtörni, ne kelljen visszanyúlni neki. Tökéletes legyen, azaz. Megnézed, hol van. Nem kell visszahozni sehova, onnan. Csani, átveszed, és aztán megnézed, hogy mi a jele, és arra adod a paszt. Most már legyen benne egy kis dinamika, most már nyugodtan. Be vagy... Át vannak mozgatva az izületek. Melegszenek lassan az izmok is, most már nyugodtan lehet benne egy kis dinamika. Gyerünk! Levi, egyértelmű jeleket adjál. Látod, amikor átveszi, fölnéz, most egy egyértelmű jelet. Vagy beindulás, vagy lábba, azaz. Egyértelmű legyen, hogy mi van. Hogy mit szeretnél. Ez az. Első gyakorlatot erre indítjuk. Csak simán kitolod, te pedig leválsz. Tehát itt megy egy, tehát arra 45 fokba leválsz, így, mint ez lenne a védőd. És akkor leválsz úgy, de úgy, hogy ugye arra kéred a labdát. Gyere, passzold rám. Leválsz. Átveszed abba a mozgás irányba, te is leválsz, oda passzolod neki pontosan jól a levás, és ott bevezeted. Csak így mentek körbe. Az a lényeg, leválás, pontos passza arra lábára, úgy veszed át első érintéssel, hogy arra tudod folytatni, te pedig viszed be. Csak hangolódjunk rá lazán. Gyerünk! Itt... Ja, mehet arra. Mindegy. Leválsz, kapod, leválsz, behozod. Igen, és akkor mész a helyre. Tudod meg, válj le. Ez az, ott megkapod a labdát, átveszed, átveszed. Ez az, hoppá. Szép. És ott figyeltek egymásra, hogy ne ütközz. Leválsz. Fasz. Leválsz. Jó ütembe, pontosan akkor kell adni a jelet, amikor tudja venni. Pontosan akkor adod a jelet, amikor tudja venni.
Pont akkor oda jedet, mikor tudja venni, azaz. Azaz, hopp. Pont akkor adod, mikor tudja venni. Válj le. Bevezeted, hopp, hopp. Leválsz, passzolod, ne döcögjön. Pontosan siklik a passz, gyerekek, azért hangolódtunk rá az előbb, csak simán. Figyeled őt is, azért van direkt úgy, hogy figyelned kelljen a másik területre is. Csináld még, és leválás, hoppá, gyerünk! Ez az. De ha tudod, hogy arra akarod folytatni, akkor ide kell leválni, onnan ide válsz, és arra tudod folytatni. Gyerünk, hopp, ez az. Hopp, úgy, és már úgy veszed át, ez az, leválsz. Gyere, csúsz tovább. Passzod ide, Mészáros. Válj le. Ha-ho. Gyerekek, nem lehet úgy, hogyha nem koncentrálsz rá. Ez ebben nem lehet hibázni, itt még nem zavar senki. Csak le kell válni és passzolni. Hiába fog majd leválni a társad jól, hogyha nem tudod neki oda passzolni. Illetve hiába tudnád jól odapasszolni, nem válik le jól. Az tüzes nem jó leválás, mert arra akarod vinni a labdát, akkor nem úgy alakítod ki a szituációt, hogy neked jó. Hogyha így válsz le, oda kell leválni 45 fokba föl. Hát logikusan gondolkodj. Ami tart, fejezd be, újat ne indíts. Ugyanez fog menni csak a másik irányba, csak állj meg egy pillanatra. Itt a Mészáros meg a Csongi cseréjen helyet, menj át egy kicsit abba a területbe. És figyeljetek rám, nagyon nagy hiba, hogy nem proaktívan adjátok a jelet. Tehát nem olyan szituációt teremtesz, amiből te fogsz kijönni jól, nem úgy válsz le. Mindig csak le, tehát ha tudod azt, hogy arra akarod folytatni, mert azt a szituációt akarod kialakítani, akkor nem adhatod ide a jelet, itt van a védő. Te pedig ide leválsz, mert itt átveszed, itt pont a védő, tehát nem tudod arra folytatni, hanem hova kell leválni? Ide. Tehát ide válok le, itt veszem át, és innen tudom folytatni. Te meg nem ide válsz le, mert nem tudod arra folytatni, oda válsz le, igen, ott, passz, belső lábára, ott már úgy átveszed és bevezeted. Tehát ebből az egyszerű pici kis dologból látszik, hogy még nem értitek tisztán azt, hogy mit jelent az, hogy olyan szituációt alakítsak ki, amiben én vagyok a jobb. Ebből nem tudsz jobban kijönni, mert besül. Tehát úgy fogod át, hogyha nem jól nyitsz, ide nyitsz le erre, átveszed, ott a védő, és nehéz helyzetbe hozod magad. Tehát ütköznöd kell. Most pont az a lényeg, hogy kerüljük el az ütközést. A mai délelőtti edzésnek ez a témája. Hogy kerülheted el? Hogy bújhatsz el? Hogy vehet észre később a védő már, amikor neki késő? Hát nem úgy, hogy ide válsz, és aztán ütköznöd kell, hanem úgy, hogy ide válsz le, itt kéred el a labdát, átveszem, hova válsz le? Oda válsz le, igen, hogy arra tud folytatni. Tehát, hogy esélye ne legyen a védőnek, hogy ütközzön veled, ha ügyes vagy és gyors. És jó a passz. Most még csak ennyire kell figyelni, nincsen ellenfél, gyerekek. Hogy fog majd menni ellenféllel szembe, hogyha most nem sikerül? Koncentrálj rá, nem történhet meg az, hogy 4 méterre mellé passzod a társadalomnak, meg nem történhet meg az, hogy nem úgy válsz le, hogy te gyere ki belőle utána jól. Ez az alap. Ugyanez megy csak másik irányba, jó? Arra indítod, ott pedig Lacira indítod, ott pedig Csanira? Oké, mehet. Ez az, Kristóf, így kell leválni, hogy oda tudjad folytatni. Aztán figyeld a másik területbe dolgozókat is, hogy ne ütközz. Az pont jó, hogy ott arra is figyelned kell egy kicsit. Hopp, hogy válsz le? Úgyhogy arra tud folytatni. Ez az. Ne legyetek lusták, bátran, mozgékonyan, ügyesen, tedd meg azt a pár lépést. És jó irányba. Milyen labdaérintés, az tüzes. Sokkal finomabban kell hozzáérni a labdához. Látod, hogy nem jól veszed át? Vagy nem jó helyre adod a jelet? Bocsánat, nem is az átvétele volt a baj. Azaz, ott viszed át, de még jobban ide kell leválni, Csongi. Ide. Nem oda. Ide válsz le így. Tehát innen. Nézd. Ide válsz le. Ide válsz le. És így innen tudod átvenni arra a labdát. Gyere mögöttem.
Azaz, innen tudod oda átvenni, nagyszerű. Azaz. Bravo. Az a szép. Várj, állj meg. Várd meg a laszkót. Jó, egész jó, egész jól alakulnak a leválások. Most már a passz minőségére figyelj, sebességére, pont optimális legyen. Se erősebb, se gyengébb. Mint ahogy kell, siklik ez az, és az első érintés finom legyen. Már arra veszed át, amerre folytatni akarod. Ne legyen 3 érintés, meg ne legyen 42 méterre elpattanó labda. Azaz, hopp. Jó, nagyszerű, ami tart fejezbe, újat ne indíts. Ami tart fejezbe, újat ne indíts. Jó, Mészáros visszamegy, Csongi átmegy ide a kicsik, ez a csanád átjön a kapusokhoz. Gyere egy kicsit ebbe a brigádba is dolgozzá. Fújd ki magad, most már a pulzus is rendben van, úgy gondolom, hogyha jól csináltad, ott tartunk, ahol kell. A második gyakorlatban már belevisszük a beindulást is. Tehát, ha erre indítjuk, itt van ugyanúgy egy leválás. Leválsz, megkapod a labdát, tehát ugyanígy válsz le, ahogy kell, megkapod a labdát, átveszed, és itt, abban a pillanatban, hogy átvette a labdát, és tudja venni a te jeledet, abban a pillanatban beindulsz. Érted? Beindulsz, és oda, annak a távnak a körülbelül a kétharmadára, oda kell tenned a labdát, úgy, hogy sprintre kényszerítsd, de tudja elérni. Tehát annyira figyeljetek egymásra, hogy pont olyan legyen a passz, hogy ne törjön meg a mozgás, kényszerítsd sprintre, de azért tudja elérni. Tehát mint egy igazi ütem zicserpaszt adnál a végén, a beindulás, és akkor ott már csak a kapu lenne meg a kapus. Jó? Tehát leválás, úgy veszed át, hogy a második passzod az már mehessen az zicserpaszt. Tehát hogyha ide leváltál, itt átveszed, úgy veszed át ide, hogy innen már tudod beütni, nem takar a védő, ott se meg ott se, oda beütött szépen élesen, tehát te meg abban a pillanatban kell, hogy indítsad a jeladást, a sprintet, amikor ő tudja venni, se később, se előbb, abban a pillanatban, hogy tudja venni, indulsz, és be. Értető? Ott is elindítod arra, leválsz, úgy veszed át, hogy oda már be tud ütni. Akkor mindenki megy a másik helyére, ide jössz, te pedig oda. Jó, beindul, sprint, be, elmagyarázom én, te csak ide figyelj, jó? Leválsz, át, amikor tudja venni a jeledet, beindulsz, megy. Itt is ugyanúgy, majd merre kezdjük? Arra kezdjük. Leválsz, úgy veszed át, hogy oda kell átmenni, itt már be tud ütni. Ide beütöd, beviszed, és akkor megy a következő labda. Jó, mindenki a nyers helyre. Hopp, megy, gyere! Figyelj ahhoz, hogy ész a labdához. Ne indulj előbb, mint ahogy tudja venni Laci a jeledet. Látod, hogy nem jó vett át. Akkor hiába indulsz, az vagy les, vagy meg kell törni, azaz. Kényszerű sprintre. Azaz, hopp, leválsz, te meg beütöd neki, azaz, bravo. Nem jó, veszed át a labdát, tehát onnan miért magad mögül indítasz, mikor ide is átverted? Csúsz tovább, gyerünk, kus. És beindul-e, indulj be! Ez az, leválsz, úgy veszed, és sprint, indulj be! Ahogy tudja venni a jeledet.
Gyere, kop, leválsz. Beütöd. De látod? Nem jól veszed át. Tehát innen nehéz indítani. Magad alól, meg hátulról. Ez is megint rossz átvétel. Úgy vedd át, azaz, hogy be lehessen ütni. Kiválsz, és most indul. Beütöd, azaz. Ne döcögjetek, gyerünk kicsit. Van benne egy kis sprint is, de nem baj. Ne kelljen várni a labdádra, látod? Mennyit kell rá várni? Addig már védős odaér. És indulj. Ez az. Sprint. És hoppá, leválsz. Gyerünk, hopp. Hopp. Beütöd. Előbb indultál, mint ahogy tudta venni a... Ami tart, fejezd be újat, ne indíts! Figyelj csak! Nagyon rosszul veszitek át a labdát itt. Abból nem lehet zicserpaszt adni, hogyha ide mag... Hát lehet, csak nagyon nehéz. Meg nagyon nehéz kiszámítani a társadnak, hogy mikor induljon, mert nem tudja, hogy tudod-e venni a jelét, vagy nem. Tehát nem szabad, hogy besüljön a lábadba. Tehát, hogyha jön, itt leválsz, mindegy most, hogy hol mutatom, bárhol leválsz, és veszed át a labdát, és ide veszed át, és oda akarsz indítani. Hát innen, nem tudod, hogy kell még egy érintés, de addigra már beindult, lesre futott, vagy bármi. Tehát nagyon nehéz összehangolni. Nagyon fontos az első érintés minősége. Azt úgy kell átvenned, hogy egyből tudjad neki beindítani. Jó, megy majd ugyanez csak a másik irányba. A jeladó, az meg figyelje. Tehát megtörténhet az, hogy nem sikerül jól átvenni. Akkor ad a jelet, amikor tudja venni, mert amikor bíbelődik a labdával, hiába indulsz be, nem fogod kapni. Hangoljátok ezt össze. Ha véletlen hibázik az első labdaérintésnél, akkor ki kell várnod a beindulással. Jó? Mert... És hopp, és most indulsz. Nagyszerű. Bravo, bravo, az jó, sprintre kényszerítette, csak nem sprintet. Az szép, bravo. Nem kell rám, hogy elindulsz. Hopp, és most beteszed. Nagyszerű. Csak ne kelljen neki lelassítani. Oda elé, tehát hogy sprintre kényszerítsd. Sprintre kényszerítsd. Hány labda kell, Lackó? Megvan. Gyere ide be középre, hozzuk Igor a labdákat, és onnan adogatjuk be majd egyik meg másik irányba. Tessék? Elég. Hány labdát hoztunk ki, Igor? Jó, rázna. Hát a másik ugyan, volt minden izomcsoport? Minden izomcsoport volt? Jó, nagyobbak. Majd mennek abba a területbe, még várja, nem menj sehova. Kisebbek pedig abba a területbe. 3-3 elleni vonalfoci lesz. Be lesztek számozva. Gyertek kicsik. Kettő egybe álljon föl a sárga itt. Kettő egybe álljon föl ott a fehér. Tehát, hogy az a ti vonalatok, azt kell védeni, ide meg kell gólt elérni. Jó? Így fölállt a kettő egybe. Jó, gyere ide, majd belesztek úgyis számozva. Oké? Okay? Jó, és a csongi lesz itt a csere. Előtte leszel a labda. Jó, amot. Maradtok még itt, de ugyanígy belesztek majd számozva. A csongi az egyes. A fehér csapattal van most. Tehát ez a pozíció az egyes. Ebből a pozícióból, amikor szólok, másfél-két perc után jön ide,
te vagy a kettes pozíció. Te mész át a hármas pozícióba ide, hármas pozíció, te meg innen, meg ha szólok, akkor jösszhet a négyes meg megy mindig az egyes helyére. És így mentek körbe, amikor mindenki körbeért, akkor van fél idő, akkor Csongi fölvesz majd egy citromsárgát, térfelet cseréltek, és veletek lesz utána, és ő lesz ugyanúgy az egyes, te leszel a kettes, hármas, négyes. És a négyes megy az egyes helyére ki. És így megy körbe, jó? Ti nálatok, gyertek be. Adj egy labdát. Mit gyakorolunk most? Mit kell nekünk gyakorolni? A center a labdához viszonyítva hol helyezkedik? Tehát leválsz ellentétes oldalra. Illetve, hogyha megy veled a védő, akkor be tudsz indulni. Tehát az a lényeg, hogy átvezesd azon a vonalon a labdát. Nem csak te vezetheted át a labdát, tehát bárki átvezetheti, szabad játék van. De arra kell törekedni, hogy te meg én, tehát most én vagyok a Mark pozíciójában, mi vagyunk a két belső középpályás, ő meg a centerünk. Akkor mi arra törekedjünk, hogy mi ketten játszunk össze, próbáljuk levenni az ő centerüket kettő az egybe, próbáljunk itt kettő-kettőt kialakítani, és amikor megvan a fölény a centeren, akkor megjátszani. Vagy így, vagy beindulva, vagy úgy. És ha megszakítás van, tehát ha megszakad a játék, akkor ugyanígy állunk föl kettő-egybe. Egyébként keveredhetsz, azt csinálsz, amit akarsz játék közben. Próbáljuk ki azt, hogy most te játszol ugye centerben másfél percig, másfél-két percig, hányszor fogsz olyan helyzetbe kerülni, hogy megjátszható vagy, és te vagy a fölény. Minél többször, annál jobban csináltad. Jó? Ti pedig próbáljátok ezt előkészíteni úgy, hogy például nálad van a labda, most például ehhez képest itt a labda, hogy mozogsz? Mész az ellentétes oldal. De ha viszem át, ha mozogsz oda, gyere támadj minket! Próbáljunk játszani egy kicsit? De próbáljuk kivenni? Nem, jó? Még most ott kellett volna, hogy legyél, mert nem tudom rád tovább játszani. De hogyha visszaviszem, akkor maradsz ott, hogyha elhozom erre, akkor mész át az ellentétes oldalra. És ott, ha jönnek rám, ha én szívok ki ember, ha be is tudsz indulni, és ott is be tudod vinni. Tehát leválás, beindulás, ez a két jeladás legyen benne a centernek a helyzetben. Aztán ha megszakadt a játék, akkor újra fölállsz így, és akkor kezdődik majd az Igor meg én adjuk be a labdát. Jó? Azért jó, ha valaki egy kicsit kín van, mert látod, nem vagy benne, nem kell pörögnöd, itt arra törekedj, amikor itt kín vagy, hogy nézd a játékot, figyeld. Vondd le a magadnak a következtetéseket, hogy a más hibáján, vagy amit más jól csinált. Vagy ha a Csongit nézed kívülről, akkor abból. Jó? Leválások, beindulások, vonalfoci. Mert... Nézd, Sanyi, nem volt jár. Azaz, most a másik oldalra, vissza ellentétes oldalra. Gyerünk és válj le! Állj! Hát abszolút nem azt csinálod, amit kell. Te neked annyit kell csinálni, mindig fönn kell lenned, nem kell leshatárt tartani, meg ilyet. Semmi, följetsz akár ide is. De úgy, hogyha ott a labda, akkor erre az oldalra mozgok. Hogyha, de már látod, hogy arra fog folytatódni a játék, olvasod, hogy vigyed rá oda. Már látszik, hogy oda fogja vinni a labdát, akkor már jövök erre, helyezkedek ide, leválok. Ha, és ti meg, te meg menj közel is felé, próbáljátok egy kettő az egyet, vegyétek ott le, nézzük, vedd le a játékba. Azaz, és itt ebben az esetben már mindenki be kell menni biztosítani, és én leszek a fölény, és csak átvezetem, érted, hogy kívül vagyok a pályán. Érted, tehát mindig a labdás visszatenned, te ne felé lép, majd a délután gyakoroljuk az erőcenter szerepét. Most pár harcot kell kerülni, nem keresni, kerülni. Neked, mint center. Tehát mindig úgy kell helyezkedni, hogy leválsz vagy beindulsz. És mindig az ellentétes oldalra. Ha olvasod a játékot, hogy arra fogja vinni, akkor jössz erre. Ha látod, hogy erre hozzák, mész arra, hogy a védők ugye a labdára fókuszálnak, te kiess az ő figyelmükből, az ő fókuszokból. Jó? Ilyen bujkáló szisztémben játszunk. Mert... Játsz, csináld gól, hát át kell vinni, Laci, nem kell visszahozni. Hát miért kéne? Vonalfoci van. Labdát szerezti, átmenet. Benne vannak a... Vidd át, jó, 1-0. Onnan jön, adj neki egy labdát, Mészáros.
Ha nem jön bele, maradjon. Csere! Csere! Ez az. Adsz be nekik egy labdát. Mehet. Biztos már most a 2-3 perc után már ti is rájöttetek. Ha nem, akkor segítek. Ha a két belső középpályás nem olyan típusú, és nem úgy játszik, hogy szenvedélyesen, és mindig azt akarja, hogy hozzákerüljön a labda, akkor ezt a centerjátékot nem lehet játszani. Ha te, mikor itt van a társadnál a labda, ott állsz, meg kivonod magad, akkor ő nem tud elbújni. Összefügg, érted? Tehát te neked jönni, nektek kettőtöknek folyamatosan kombinálni kell. És majd, amikor a kombinációtok arra szintre ér, akkor tudod kihozni őt zicserbe. Érted? De nem lehet az, hogy nem vonjátok el a védő figyelmét. Tehát onnan ide passzolod neki, ide rájönnek ketten, az labdát veszít. Vagy visszapasszolja neked, és ide-oda passzolgattok. Értitek? A belső középpályás. Nem neki kell ott a fölényt, elveszted tőle területet. Neked ide kell a csongival megjátszani. Játsz. Szép, bravo. Te ne a center dolgát csináljad, te gyere ide a csongival kombinálni majd. Ez az, gyere, menj felé, ne te legyél a fölé, nem neked kell lenni a fölé. Állj! Rossz volt a mozgásod, lépti a labda felé, így igaz, hogy te neked oda kellett volna belépni, de nem, neked kell leválni, majd ő lép. A középpályások közelítsenek egymáshoz, ne a center lépjen a labda felé, a center a labdától távolodjon. Az is, vidd át! Laci! Ja, ti hamar játszottak, jó van. Bocsánat. Ne, gól volt! Honnan jön a fehér? Kérem, tenni labda. Onnan jövünk, bravo Krisztó! Menjünk! Azaz, te ne vedd vissza, hát fordulj rá és vidd be! Gyerekek, elfelejtitek a célt! Szép! Nem baj, jó volt, bravo gyerekek! Jó volt, csongja, beindulás, nagyon! Ti játszatok, ti a labda kihozott abban, neki nem kell részt venni! És vidd be! És most már teljesen érthető lesz. A két középpályás, illetve a center nem vehet részt a labda kihozatalba. Abszolút, csak a végén, csak leválás, beindulás. Nem vehet részt abba, hogy kit levegyetek, meg beinduljatok. Nem vehet részt. Ennek a kettőnek kell megoldani. Nektek kell megoldani azt, hogy beindulj. És nem szeretném még egyszer látni, hogy ott bevihetnéd a labdát, ha előre veszed át, és te visszaveszed. Ez pont ellentéte annak, amiről beszélünk már második napja, hogy csak a gól a fókusz, semmi más. Mindent azért csinálunk, hogy gólt rúgjunk a végén. Értitek? Nem lehet az, hogy én ott, tehát mert te itt jól leváltál, itt megkaptad a labdát, csak eszedbe se volt az, hogy átvigyed, hogy az a cél. Nem az volt az első, hanem csak az, hogy átvegyem és csináljuk tovább. Körülbelül itt volt hozzád, te itt átvetted a labdát ide-vissza. Ő bejött, arra már nem tudtad, vitted vissza. Holott, ha itt, mondjuk rá, így veszed át a labdát, és testedet kizárod és beviszed, akkor gól. Érted? Tehát az a cél, mindenféleképp az a cél, hogy ott átvezesd a labdát. Nem az, hogy itt tartogassuk. Nem kell tartogatni. Amint lehet, átviszem. Ha nem lehet, akkor igen, akkor kell egy-két lépés, mint a sakkba, hogy megcsináljam. De a két belső középpályás csinálhatja csak a labda kihozatalát. Nem vesz benne részt abszolút. És nem mozdulhatsz a labda felé, csak el. Érted? És most jó fog majd lenni. Illetve sokkal jobb. Azaz, jó, és most már megjátszható vagy! Kristóf is bevihet, azaz. Lehet, hogy nem vagy megjátszható, de ő be tudta vinni. Mert elhúztál két ember. Innen jön a gyerek, Kristóf. Nem baj. Oh.
adod a fehérre, pont biztos elég a fehérje. Ez az játék, gyerünk is, tofop, játék. Igen, igen. Jó. Innen jön, gyere, gyere már. Próbálj leválni, mindig kerek. Laci, neki távolodni kell. Jó van, gyerünk. Maradj itt, ez, most jársz meg a csatán, ott van a rés. Most indulj be. Az a, de már most kés, ott már beindulás volt. Figyelj, semmi baj, nem baj, jó lesz az a végén. Nem játszik, távolodj a labdától, távolodj már a labdától. Beleértél? Nem kellett volna Krisztóf venni, van itt labda. Hát még egy 10 körül. Jász be, narancs, ez az, hoppá, ellentétes oldal, ez az. Nem baj, vissza, akkor jó, akkor vissza. Gyere, csak ti, csak ti, csak ti! Gyere, gyere, gyere Erik felé, gyere Erik! Vagy Márk, vagy mi vagy? Márk! A kettő között. Menjen, menjen, menjen! Ki kezdte kint itt? Nem te kezdted, ugye itt kint? Jó. Majd csere lesz. Figyelj, most annyit tegyél még hozzá, annyival fejleszd, hogy a centernek nem muszáj mindig jelet adni. Tudod, nem muszáj minden egyes passzra szaladgálnod át ide-oda. Várd ki azt, meg a középpályások is figyeljenek, hogy mikor lehet rád kihozni. Értitek ezt? Nem muszáj mindig ide-oda szaladgálni, várd ki. Lehet, hogy áthozták ide, itt maradsz, visszajátszod, megcsinálod, és átment oda, és átmegy a védelem, és akkor indulsz be. Lehet néha maradni kell ugyanazon az oldalon. Most próbálj már egy kicsit ösztönösebben. Most már a tudatod az egy kicsit ezt átvette, most próbáld ösztönösen, hogy most már csak arra figyelj, hogy úgy mozogj, meg akkor válts oldalt, meg akkor indulj be, meg akkor váljál le, amikor gólt tudsz belőle elérni, tehát át tudod vinni a másik oldalra. Most már nem kell oda-vissza szaladgálni, nem menj mindegyikre. Most már válasz ki azt, hogy melyik labdára kell adni a jelet, mikor. Jó? Próbáljátok ezt meg, nem baj, ha nem sikerül, csak most már így gondolkozz, hogy csak a fókusz a gólon legyen. Figyeltek rám? Erik, itt vagy? Értitek? Most ne adj mindig ilyet, ne szaladgálj ide-oda, mint center, hanem akkor próbáld adni, amikor úgy érzed, hogy a bogót lehet kihozni. Jó, és akkor mehet a csere, átjön ide, csongi a tűzes átmény, nem kell levetned. Maradj citromsárgában, és narancssárgákkal vagy. Jó, ugyanúgy megy. Számozás ugyanúgy. Abban a pillanatban, akkor a gyárt, amikor kell. Nézd, onnan jövünk, gyere, itt van ki, itt áll, gyere. Nem baj, gyere! Nidd, hát azaz, nem baj, jó volt az, bravo! Innen hozod, játék!
Hú, az nem baj, volt egy együttműködés, nem baj, most kicsit pontatlan volt, de volt valami elképzelés, és kezdeményeztetek, jó volt? Gyere! Egyet még adjál, mert négy van látok. Oké. Persze, folyamatosan menjen, csak csere volt. Kristóf! De szép, nem baj, csak sprintelj rá, akkor is rá kell menni. Hát ha, te rá kell csapni. De megint miért passzolsz már, mikor csak a passz zárja? Akkor vidd el magad, ez az! Csanád, ne totyogj ott, valami jelet most már kellett volna adni, mikor hozta rá, hozta feléd. Azaz, hopp! Azaz, bravo! Nem baj, jó volt az, narancs, vagy a citrom jön, passzold oda nekik, passzold tüzes oda. Mehet az, ami a márknál van. Fehér jön. Csere! Gyere, nézzük a center mozgását, ez az, bravo, és résbe legy ott! Szép, bravo, nagyon jó volt, ösztönösen, jó volt, bravo! Elhúztad az ántét, és oda beindultál, nagyon jó volt! Ezekre érezzetek rá! Tényleg, most már nem kell mindig ide-oda szaladgálni, most már érezni kell! Erre az utolsó körre már mindenkinek rá kell érezni, hogy mit jelent ez! Mit jelent az, hogy párharc kerülően mozogni? Ne vidd! Állj meg egy pillanatra! Ez nagyon nagy hiba! Ne vidd vissza, már benn vagy előtte! Erről jön rád, és ez a cél, hogy itt átvidd, nem? Tehát akkor, hogyha itt az a cél, hogy itt átvidd, itt megkapod a gyere rám, itt jöttél, itt már csak beállok és behúzom, és gól, érted? Nem visszaveszem, minek? Ez a 16-oson belül, ez olyan szituáció, hogy belül kerülsz a 16-oson belül. És akkor itt így jön rád, akkor itt már nem veszed vissza, hanem itt beállsz és mész rá a kapura. Törsz rá, érted? Mert ott már te vagy előnyösebb helyzet, te irányítasz. Ott már csak szabálytalankodni tud, más nem. Mert jó, csere! Azt vidd át és menjen a csere! Csere van! Ki helyére kell menned? Hogy kezdtük? Ki volt lent először? Csongi volt lent először? Akkor ez az utolsó, ugye? Szép! Onnan jön, de csere! Jó, csere! Gyere! Véljünk már együtt a játékszor! Bravo, Márk! Nagyon szép volt! Csak át kell a hidet, hogy jó. Nem? Érkezz belül! Szép, bravo! Onnan jön!
Bravo, jó csere! Na gyerekek, a mai második edzésen pontosan a délelőtti edzésnek az ellentétes mozgás mintáit fogjuk gyakorolni. A párharc kereső center játékot és az ahhoz tartozó játékfölfogást és az ahhoz tartozó mozgás mintákat. Ugye délelőtt átvettük azt, hogy egy párharc kerülő támadó hogyan bújik ki a védők figyelme alól, hogyan próbálja elérni azt, hogy minél később vegyék észre, és hogyan próbál úgy helyzetbe kerülni, hogy nem kell neki ütközni, vagy maximum lendületből kell már csak egy pár harcot megoldania, nem úgy, hogy test a test ellen. Ezt ugye úgy érheti el, hogyha a fölény kialakítást úgy próbálja elérni, olyan mozgásokat végez, olyan jeleket ad, hogy a labdás oldalhoz képest ellentétes oldalra válik le, vagy indul be, és nem vesz részt a labda kihozatalba. Na most az úgynevezett erőcenternél, vagy a párharc kereső centernél támadónál, ott pedig pontosan az ellentétjét kell, hogy csináljátok. Mégpedig mindig a labdás oldal felé mozogni, mindig a labdáshoz közelíteni, mindig magadra vonni a védők figyelmét, húzni magaddal, mert ugye elvileg erősebb vagy, elvileg meg tudod tartani a labdákat, elvileg jól fedezed a labdákat, jól visszajátszod, jól lekészíted, tehát részt veszel a labda kihozatalba is, sőt, gyakran a labda kihozatal célja vagy. Utána, ahogy helyeket kreáltál magad mögött, vagy a visszakészítésedből be tudták indítani a szélsőt, a következő feladatod az, hogy a testi adottságaidat és a jó érkezési képességedet a kapu elé, azt használd ki. Tehát nyilván ugyanúgy a fókusz a gól, csak annyi, hogy te részt veszel már labda kihozatalba is, míg amikor párharc kerülőfölfogásba játszol, akkor a labda kihozatalba nem veszel részt. Csak a támadás befejezés előkészítésbe és támadás befejezésbe. Oké? Okay? Na most ehhez, hogy bemelegítsünk, arra van szükség, hogy egy az, hogy minden testrésszel meg kell, hogy érezzük a labdát, mert bárhova rád, ívelhetik rád, játszhatják, mindenhol le kell tudnod venni, nem pattanat el 200 méterre, ott kell, birtokodba kell, mindig birtokodba kell tudni venni a labdát. Értitek? És ezért úgy azzal fogjuk kezdeni, hogy most a nagyobbak jönnek be ebbe a területbe, a kisebbek jönnek be ebbe a területbe, és először megy szabadon dekázás. Jó? Minden testrészzel beleérhet, szabad mindenkinél labda, szabad dekázás. Gyerünk kicsit ügyesebben. Hopp, 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 hopp. Csak benne a területbe, jó? Egyéni dekázás, kezdjük el. Használd ki az egész területet, amit a fehér bólyák határolnak. Használd ki az egész területet, amit a fehér bólyák határolnak. Csináld. Úgy kifoglak. Jó, elég! Csak jobb láb és csak derékig jöhet föl a labda. Csak jobb láb és csak maximum derékig jöhet föl a labda. Csak jobb láb és csak derékig jöhet föl a labda. Csak jobb láb, mindenki csak jobb lábbal. Jó, ugyanígy csak jobb láb, de csak térdig jöhet föl maximum a labda. Be fog durrani a bal váddit, ha jól csinálod. Be fog melegedni a bal lábad, amint támaszkodsz. Ez az, tarts, minél tovább. Laci, majd menj be a területbe. Huba a területbe, jó? Azt azért figyeljétek, te használhatjátok a teljes területet itt, amit a bólyák határolnak, de ki ne menj belőle.
Jó, elég. Csak bal láb, és csak derékig jöhet fel a labda. Gyakoroljad. Gyerünk. Csak bal láb. Bent a területbe csináljátok már, jó Matyi? Az egész területet kihasználhatod, de több nem kell azért. Nincs többre szükség. Csak bal láb és csak derékig megy fel a labda. Laci, derékig megy fel a labda, utána fogod majd azt csinálni, hogy csak térdig. Törekedj rá, tehát csak derékig mehet fel, de törekedj arra, hogy addig fölmenjen viszont. Jó? Jó, marad a csak bal láb, de csak térdig jön fel a labda. Csak térdig jön fel, gyerünk. Csak pici érintések, csak térdig jön fel a labda. Csak csinálja. Tehát, ha kettő, legyen három a rekord a következő, legyen négy, aztán 100, aztán 1500. Gyerünk, csináljad. Egy úton melegíted is az ízületeidet, melegíted az izmaidat. Ettől jó. Észre se veszed és jól bemelegszel. Jó, elég lesz, lerázod a lábad. Kicsit kinyújtod a vádlidat, szétteszed a lábad. Rámész az egyikre, rámész a másikra. Aztán visszafeszíted a lábfejed és úgy mész rá. Aztán behajlítod, visszafeszíted a másik lábfejed, úgy mész rá, hogy nyúljon ki a vádlid szépen, amire most nyomtál egy kis terhelést. Jó? Jó, magának szépen nyújtsa ki mindenki. Ha ezzel megvagy, akkor tedd össze a lábad és próbálj lemenni, fogd meg hátul a vádlidat, vagy egész lejjebb is metsz egy picit. Tehát úgy, hogy olyan közepesen feszüljön, nem kell nagyon, de azért feszüljön. Jó, lerázod, mehetünk tovább, most váltott láb, de határozottan váltott láb. Derékig mehet fel a labda. Egyik láb, másik láb, egyik láb, másik láb, egyik láb, másik láb. Ha nem így van, újra kezded. Tehát te irányítsd a labdát, ne a labda irányítson téged. Menjen föl derékig a labda. Derékig menjen föl Erik a labda. Úgy. Menjen föl derékig a labda. Váltott láb. Egyik, másik. És ezt így csináld végig. Másik. Egyik, másik. Egyik, másik. Gyere be a területbe, Matyi, szépen itt. Nézd meg, kora. Mert egyik, másik. Menjen föl derékig a labda, mondom. Följebb, ne, de derékig menjen föl. Váltott láb, tüzes. Egyik, másik. Menjen föl derékig a labda. Gyerünk, hopp. Jó, elég lesz. Most csak térdig megy fel a labda, és ugyanúgy váltott láb. Csak piciket. Egyik, másik. Szépen koncentrálj, figyelj. Hopp, tap, kicsi. Egyik, másik. Váltott láb, figyelj. Oda rá, koncentrálj rá. Próbáld megdönteni a rekordodat. Ne add föl, nem baj. De nem érted, hogy váltott láb? Tehát úgy irányítsd, hogy váltott láb legyen. Ne reagálj és te menj a labda után, hanem te irányítsd a labdát. Te irányítsd a labdát is úgy, hogy mindig a egyik másik. Tehát mindig ugyanide tedd föl, és akkor még csak mozdulnod se kell. Lépned se kell. Jó, elég lesz, megyünk föl, csak jobb comb. Fejmagasságig nyomjad körülbelül föl, csak jobb combbal, gyerünk, hopp.
Ez az, bravo, 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 csak jobb comb. Nem baj, újra kezdett. A lejtetted, újra kezdett. Próbálj kitűzni magadnak egy rekordot, egy számot, amit el szeretnél érni. Egy reálisat, azt eléred, utána egy következőt. Gyerekek, a területben jó? Nézd meg, a terület. Arra is figyeljetek, mert az is a bemelegítés része, hogy jól érzékeled a teret. Ha nem jól érzékeled a teret a pályán, akkor nem tudsz jó jeleket adni. Ha nem adsz jó jeleket, akkor nem hatékony a játékod. Nem vagy jól megjátszható, nem kerülsz helyzetbe, nem rúgsz gólt. Jó, menjen a bal comb, csak bal comb. Csak bal comb. Csak bal comb, nézzük. Csináld, használd ki, gyerekek, azért vagytok itt, hogy dolgozzatok, edzetek. Minden egyes időt, minden egyes pillanatot használjátok ki a labdaérintésre. A szép, tiszta, finom labdaérintésre. Olyan labdaérintésre, ahol te vagy az irányító, nem a labda. Te irányítod a labdát. Jó, váltott comb, a területen belül dolgozzatok. A területen belül. Váltott comb, ez az. Jó! Lerázod a lábod, kinyújtod egy kicsit magadnak, előre lépsz, az egyik lábod lent van mind a két sarkad, betolod a csípődet egy kicsit, hátul nyúljon, az Achilles is nyúljon, vádli is nyúljon. Belépsz előre, és betolod a csípődet, és lent van a sarkad. Másik láb. Len van mind a két sarkad, úgy jó, az első lábad be van hajlítva, és hátul pedig lenne a sarkad. Jó, lerázod a lábad. Na most játszunk egy kis rekordos játékot, mégpedig olyat, hogy biztos csináltatok már ilyet. Azért nagyon fontos, hogy lássam azt, illetve te is lássad, hogy igazából irányítod-e a labdát, vagy a labda irányít. A játéknak a lényege az, hogy elkezded egyik lábaddal, és csak idáig használhatod a testedet. Tehát derékig, tehát combbal lehet, láb, fejjel lehet, mindennel lehet, följebb nem, fej, váll, ilyen nem játszik. Elkezded, 1-1, 2-2, 3-3, és mész föl így, hogy meddig tudsz párba, minél magasabbra föltornászni ezt a számot, jó? Tehát mindig váltott láb, és mindig egyet meg kell csinálni az egyikkel, és a másikkal, és utána kettőt, hármat, négyet, ötöt, és így haladsz fölfelé, és nézzük, kíváncsi vagyok rá, hogy ki meddig jut. Jó? Számoljad magadnak, nyilván tudod, hogy hol fog leesni, utána újra kezded, és akkor, mikor lezárom a játékot, meg fogjuk nézni, hogy ki nyerte. Mennyi volt? Mennyi volt, Márk? 63. Az is egyetért, a térdel beleérhetsz, megmentheted, vagy abza is beleérhetsz.
Az a lényeg, hogy azzal a láboddal annyiszor érj bele, hogy azt térdel értél bele, vagy mivel, az nem érdekes. Mennyi volt, Laci? De úgy, hogy mindig így összeadod, amikor leesik ezt a hármat, összeadod, és akkor úgy. Ennyi volt, Tom. De egy-kettőt, azt kihagyod? Tehát úgy kezdve, egy-egy-kettő-kettő, úgy. Jó, rázd egy kicsit, utána csinál. Tüzes, mennyi rekord? Meddig? Nem úgy. Mit csinálsz te? Egy-egy. Kettő-kettő. Három-három. És akkor hánynál esik le? Hétnél vagy nyolcnál? Ha ötvennél, az sok lenne egy kicsit. Nem baj, nem baj. Csak csinálja, sem. Nem. Nem az a szégyen, ha valamit nem tudsz, hanem az, hogyha szemet hunysz fölötte és nem gyakorlod. Tani? Igen? Megnézni? Né, meg. Várjál, mikor jó, az utolsót kezd, de akinek innentől kezdve leesik, az már nem kezd újat. Akinek innentől kezdve leesik, már nem kezd újat. Mennyi volt már? 5 volt a max? 4? Mennyi volt a max? 11. Mennyi volt a max? Mennyi volt a max? Mi? Mennyi volt a max, Erik? Mennyi? Mennyi volt Mészáros? 7. Tüzes mennyi volt? Várja. Nem, még csinálja. Mennyi volt Huba? 5. Úgyhogy mind a kettő megcsinálta 5-öt? Föltornáztad odáig? 10. Mennyi volt, Matyi? 12. 12 mind a két lába? Jó, 12-nél volt több? Több? Hát jó, mennyi volt? 13. Nem szégyeled magad? Nem. Jó, csak egyszer. Mennyi? 12. Oké. Okay. Jó, következő, bemész a saját területedbe és csak vál. Csak jobb vál. Igen, csak jobb vál. Vállal próbáld. Amennyi sikerül. Nagyjából, hát egy 3 az jó lenne. Hát az úgy neked reális lenne, szerintem 3, mert mivel nincsen vállad. De üss föl, tehát úgy érezd, mintha lábbal ütöd, ugyanúgy vállal is ütni kell. Akkor abban a pillanatban ütöd meg. Menjen. Próbáld folyamatosan megdönteni az addigi 2-3-adat. 4-re, 5-re, 6-ra, 10-re. Jó, mehet a bal vál. Bal vál.
Jó, mert váltott vál. Tehát próbáld egyik, másik, próbálj. Legalább egy oda-visszát csináljon meg mindenkit. Kristóf, ez a gyakorlathoz csak egy dolog hiányzik, a vál. Minden más megvan. Nem baj, csak gyakorolj. Ügyes vagy, láttam, csak csinálja. A területen belül próbáljátok. Igen? Nem figyeltem. Azaz csönd. Jó, egyszer oda-vissza. Oké. Okay. Jó, csak fej. Fejelgessé. Csak szabadon. Fejelges. Hopp, mindjárt ütközés. Az igen. Láttam, hogy karambol lesz. Kíváncsi vagyok a rekordokra. Az jó már, kettő. Gyerekek, nem szeretnék ebből a dekázásba kondícióedzést csinálni. Laci már lefutott 12 kilométert itt, amit a dekázik. Hát próbáld úgy irányítani a labdát, hogy minél kevesebb helyváltoztatás legyen benne. Úgy, mint a Fóka nevű csongi. Vagy a csongi nevű Fóka. 460 kéne. Mindjárt meg a labda fejön. Hát elvileg focista, azzal keresi a pénzt. Elvileg focista, azzal keresi a pénzt. Jó, van-e valakinek 20 fölött? Ne hagyd abba a Mészáros, csak csinálj, csinálj. 20 fölött? 19? 18? 17? 18? 17? 16? 10 fölött? Többi 10 alatt? Brrr. Gyerekek, technikailag nem vagy jó, nem érzed tehát minden testrészeddel a labdát, akkor olyan, mintha nem lenne eszköz a kezedbe. Akármilyen poszton is játszol. Ezt nagyon sokat kell gyakorolni. Mármint bármiféle labdaérzék gyakorlatot sokat kell csinálni, és edzéseken fölül is. Valahogy be kell építened az életedbe. Jó, akkor már csak egyetlen egy dolog van ezzel dekázásra kapcsolatban, a brazil kör, jó? Nézzük, ki tudja meg. Az úgy néz ki, hogy láb, comb, vál, fej, vál, comb, láb. De mehet aztán vissza is, aki tudja. Igen, igen, comb, vál. Ne hagyd ki semmit. Tehát láb, comb, vál, fej, vál, comb, láb. Körbe megy a testeden, azért kör. De ott csináld már belül a területen, jó? Ott belül csináljátok. Oké, akkor vissza, oda-vissza. Ne. Tehát menjen oda-vissza, nézzük hányszor. Hát de gyakorolja, tehát... Láb, vál, láb, comb, vál, fej, vál, comb, láb. Próbáld vissza. Azaz, vál. Jó, már csak kettő hiányzott a comb meg. Az a lényege, hogy mindig ugyanoda tedd fel a labdát, és mindegy, hogy melyik testrészre esik. Ne kelljen szaladgálnod utána. Mindig ugyanoda próbáld föltenni a labdát szépen, arra törekedj. Azaz, Márk. De vissza is. Ne add fel, aztán ne tedd le, maradjon fönt, ameddig csak tudod. Ha megcsinálod 10-szer oda-vissza, az a legjobb. Ha egyszer megcsináltad, ne elégedj meg vele, próbáld ne ejteni le a labdát, hanem vissza is csináld meg, mondjuk oda-vissza. Aztán oda-vissza, oda. Mind, soha nem ér véget, mindig lehet tovább.
Hopp, egy comb kimaradt, Mészi. Meddig megy? Felig, fejig fölmegy? Akkor ott már csak arra kell figyelni, hogy fejnél, ne menjen, hanem pont ide tedd föl, és aztán alá tudsz menni mindig. Tehát mindig pont ide tegyétek fel a labdát, ne össze-vissza, és akkor nem kell helyet változtatni, és akkor nagyon könnyű, mert csak azt a testrészet teszed alá, amelyik épp sorba jön. De hogyha össze-vissza megy a labda, nem kontrollálod pont, nem abba a sávba teszed mindig föl, akkor nagyon nehéz, akkor így szaladgálsz, mint a Laci. Azaz, ugyan, most a válladda nem oda teszed, nem csak fölütöd oda egyenesen, mindig egyenesen, egyenesen, akkor mindig csak azt teszed alá, ami épp sorba van. Az a lényege, hogy abba a függőleges vonalba menjen föl mindig a labda. Az meg ugye nem egyszerű, hogy mindig pont ugyanabban a sávba rúgdasd föl. Akkor nem csináltad meg. Nem baj, csak csináljátok, nézzük. Jó, ki az, akinek sikerült oda-vissza? Egy, kettő, három, oda-vissza. Ja, majdnem sikerült, jó. Oké. Jó van, gyerekek. Ezek olyan dolgok, amik tanulás közben, vagy bármi közben, 5-10-15 percet, 20 percet, ha van a labdát, foglalkozz egy kicsit a labdával. És ha minden nap megteszed, egyre jobb barátod lesz, majd meglátod. Tehát az azért nagyon nehezen fér bele, hogy azokat a célokat, amiket ti elmondtatok nekem, azokat a célokat elérjétek úgy, hogy ilyen barátságban vagytok, szinte kivétel nélkül a labdával, hogy az azért elég szerény. Jó? Látjátok, a Csongi nem egy jó futballista, de azért érzi a labdát. Lapos lőtt kemény passzok mennek. De úgy, hogy felé lépsz. Tehát felé lépsz mindig. Tehát mint egy center lennél, ne kezd még el, figyelj rám! Hanem ahogy csinálsz, az lőtt kemény passz legyen, és egy beleállt, szép, tökéletes átvétel vagy levétel, jó? Mert... De várd meg a jelet, hogy feléd lép, érted? Mindig a labda nélküli, hogy azaz. Nyugodtan a lábfejjel, és elfektetett lábfejjel is lőheted nyugodtan. Mehettek nyugodtan távolabb egymástól, aztán néha egy kicsit közelebb. Játszatok egy kicsit a távolságokkal, játszatok passzerősséggel. Hoppá, lépjél, üsd el. Elfekteted a lábfejed, azaz, szép, bravo. Állj bele, és szépen, tökéletesen, finoman tompítsd le a labdát oda magad elé. Jó, elég lesz. Következő ugyanez, csak most már fél magas labdákat játszol rá. Oké? Most viszont jelezheted, hogy magasan, akár jelezheted, tehát játék, most nem kell, csak egy picit lépsz felé, csak annyit lépsz felé, mert addig, ameddig nem látod, hogy hova megy a labda, addig nincs értelme nagyobb mozdulatot megtenni. Tehát kicsit távolabb menjetek majd egymáshoz, és csak lépsz felé, és jelzed, hogy föl. Csak adja föl, és vagy mellel leveszed, vagy fejjel letompítod, vagy a combodra hullik be, azzal veszed le, magad elérököd, aztán ő. Jó? Tehát most nincsenek ilyen nagy mozgások, ilyen nagy jeladások, csak annyi esetleg mutatott, hogy fönt. Szokjuk meg. Mert. Finomabb. Hogy adja? Csak te adja, nem ő, hogy adja, te. Úgy tegyétek, hogy hulljon be oda a testére, meg tudja tartani, le tudja venni mellel, úgy hulljon be oda elé. Az szép. Azaz. Finoman ott maradjon pont előtted.
Jó, most már egész magas labdák legyenek, tehát fönt levegőbe hújjon be a testére. Hogy meg tudja tartani, hújjon be a testére. Kapja alá a labdát, alá kapjuk a labdát. Nézzük le, mondtuk. Jó, tovább lépünk, még egy elemet bele kell tenni. Mutatod, hogy magasan, és ki kell tenned a kezed. Mert ez a következő elem, amit hozzá kell, hogy rakjál, mivel így tudsz beállni, és így tudod megtartani a labdát. Tehát ez egy párharc kereső támadónak alapmozdulat, hogy itt van fönn a kezed. Gyere ide, Igor! Itt vagyok a védőn, ugye fog a védő, mutatom, hogy magasan. Vagy beállok így kicsit fél oldalt, mert vagy ide lábba kérem, vagy ha beállok rá, akkor is mindig éreznem kell, hogy hol van. Azért kell, itt föl legyen a kezem, mindig éreznem kell, hogy hol van. Jön rám, Csongi, gyere, nyomjál egy labdát. Érzem, hogy hol van, ide behullik, és itt bent meg kell tartanom. És úgy kell levennem, hogy ne tudjon ő hozzáférni. És aztán én lekészítem, befordulok, hogy mit csinálok, az már az én dolgom, de mindig éreznem kell, hogy hol van. Ha nem érzem, akkor nem tudom jól pozícionálni magam. Jó? Menjen, íve, mutasd, és fönn van a kezed. Kicsit fél oldalt is lehet, meg fönt, mert mindig azzal egy bizonyos területet kirajzolsz magadnak, amiben te vagy az úr. És egy olyan center, akinek nincs triceps izomláza egy meccs meg egy edzés után, az valószínűleg nem jól csinálta a dolgát. Kín legyen, fönt, bátran, nem mehet föl idáig. Érezd a védőt, érezd a fontosságát annak, hogy egy... Egy területet azzal kijelölj, meg hogy érezd, hogy hol van. Azaz. Nem így kell, hanem fönn legyen. Itt ne férjen hozzád, ahol hozzád férhet. Most már kicsik lesznek abba a területben, nagyok abba a területben, ugyanúgy 2-1-be állunk föl. Csak most mindig a center, és ugyanúgy meg a forgások be lesznek számozva, mindig a center a labda felé mozog. És most a center meg a labdás középpályás kombinál, és a harmadik társ az lesz mindig, aki be tud indulni azokba a helyek, azokra a helyekre, azokra az üres területekre, azokra a senki földjékre, amit a center a labda felé mozgásával kreál. Tehát most a harmadik társ lesz a sunyi. Azt tud belépkedni oda, ahova nem figyelnek. Értitek? Azért, mert a center elvonja a védők figyelmét, mert mindig a labda felé lép. Csak ehhez kell ez, meg kell tudni tartani, kell ez, hogy távol tartsad. Ez azok az elemek, amiket most itt próbáltunk gyakorolni, ezek kellenek. Kíváncsi vagyok, hogy tudjátok alkalmazni. Nem baj, hogyha te nem olyan típusú játékos vagy, mert délelőtt is volt olyan, akinek nagyon idegen volt, ilyen teljesen idegenek voltak ezek a mozgásminták, de meg kell tanulnod, meg tapasztalnod, mert akkor tudod majd igazán eldönteni, hogy neked milyen szituációban mit érdemes alkalmazni. Lehet, hogy 80-90%-ban csak az egyiket, lehet, hogy fele-fele, lehet, hogy mind a kettőben viszonylag jó vagy, és mind a kettőt lehet tökéletesíteni, lehet, hogy szinte 100%-ban azt fogod csak használni, csak az erőcenter elemeket, vagy csak a párharckerülőt, nem tudni. Ez majd kikristályosodik benned, de ahhoz meg kell tapasztalnod, hogy mi az egyik, meg mi a másik, meg mi a harmadik. Most a másodiknál tartunk, délelőtt az elsőt vettük át, a párharckerülőt, most meg a párharc keresőt, igaz? Tehát most, ami jobban bennetek van egyébként, mert lehet, hogy többet kérik ezt tőletek a csapataitokban, vagy ösztönösen így hogy mész a labda felé, mert ugye az általában úgy érzi az ember, hogy menni kell a labda felé, holott néha pont az ellentéte a jó és a célra vezető. Ugyanúgy vonalfoci van, és ugyanúgy menjünk körbe, álljatok föl 2-1-be. Keres, most a szentet keresni kell. Passzol félre, nyugodtan. Keres, mindig megjátszik valaki, hogy legyen. Keres. Mindig a labda felé, állj be, tiszta passávba.
Kicsit ügyesebben, hopp! Gyorsítsa! Nagyszerű. Jó, onnan jön. Passzol ide ki nekem, vagy oda, Mészáros. Mehet! Játsz, nem jó volt. Honnan jön? Menjen, narancsárgák, egy kicsit leültetek. Honnan jövünk? Próbálj, te center mindig a labda, de ne takarásba, hanem mindig megjátszható legyen, azaz. És most ahonnan kihúztad az embert, ott kellett volna megjátszani. A Matyit kellett volna megjátszani. Patrik. Azaz, ő a fölény. Csináld meg ott egy 2-1-et, vagy úgy is bevieted. Jó, kim volt, nem jó, onnan rózsaszín jön. Mert. Csere! Nem, te mész fel, Center, nem, te, orosz. Mehet, gyerünk, és jársz meg rá, és ott a fölény. Nagyszerű, onnan jön föntről. Passzod nekik, mehet, gyerünk, állj be. Figyeld, megjátszható legyél, hopp, játsz föl, és indulj be, vagy hozz ki szélre, gyorsítsá, ez az. Bravo, nagyon szép volt. Illetve azt mondom, nem is azt mondom, nagyon szép volt, hanem nagyon hatékony. Mert... De fült, akkor visszajátszod, orosz, nem voltam megjátszva, már, mindig meg kell, már. Az az erős, bravo, egy kicsit erőszakosabb, már gyerünk. Gyerünk már, orosz, rúgj már egy gól, gyerünk! Az az, és innen jövünk, gyerünk! Menjünk el. A folyamatos legyen a játék, gyerünk. Á, de nem voltam még egyet, hogy megjátszva. Keresd, gyerünk. Le kell lépkedni az üres területet. Ez az, bravo! Szép volt itt, nagyon. Figyeljétek, gyeretek, köztetek játszik a Csongi, aki tipikus 2 méteres erőcenter. Jó volt, bravo Laci, bravo, tüzes szépen tartotta, csináltál helyet, jó volt. Bravo. Mi az már? Bravo, szép volt. Ha a center lép a labda felé, akkor az valahol csinál egy üres területet. Tehát itt voltatok így, nagyjából így állt minden, csak itt bent voltál mögötte. Ben voltam, ugye mögötte, mint védő. Itt ez fölkínálja azt, hogy ott be lehet jutni. Tehát akkor nem ott kell tátani a szádat, hanem jó, sprint, beütész, beviszed. Jó? Gyerekek, már... Hiába vannak meg a jó jelek, meg a jó üres terület kreálások, hiába jöhetnénk ki jól abból, hogy magára von 2-3 ember figyelmét, hogyha az a harmadik, akinek kapcsolni kéne, az nem lép oda be. Mert kicsit még szedjétek össze magatokat, nem csináljuk végig, csak hogy lássam, hogy értitek. Bravo, gyerünk már. Center, meg kell játszani, játsz meg a center. Bravo, és most ez is beviszed? Vagy bejátszod oda, ez az, bravo. Most kihasználtátok azt, hogy te rajtad ketten voltak, mert te meg tudtad tartani, ő meg belépett. Sőt, a harmadik társ is belépett. Nagyon jó volt. Nézzük, Erik. Labda felé mozgás, passzod rá. Bravo! Lépj oda, Laci! Oda szabad lépni egy kicsit! Van les, gyerekek, figyeljetek a lesre! Az nagyon szép volt, Erik! És befejezés! Szép! Bravo, kapu! Gyönyörű, bravo, innen jön a Lackot! Szépen helyzetbe kerültél, Erik, de nem lett belőle gól. Tehát nem ért semmit.
vagy te bevered, vagy pedig bejátszod a Levinek, és ő rúgja be. Tehát az a lényeg, hogy a végén gól legyen. Mennyi van? 2-2. Csere! Na gyerekek, elérkeztünk a tábor harmadik napjára. Ugye gyakorlatilag a harmadik, ugye az első naphoz, játékhoz mérten talán a negyedik edzésünk, foglalkozásunk, amikor igazából jön a lényeg. Jön az észjárás. Kijön az, hogy ki mennyire érti a párharckereső játékfölfogást, és mennyire tudja azt a játékba hasznosítani. Miért kell hasznosítani? Mi a célunk? Márk. Egy támadónak mi a célja? Mi a fókusz? Mire kell mindig koncentrálni? Hogy gól legyen. Egyedül ez számít. És hosszú távon mindenkit, minden egyes támadót az minősít, hogy milyen a statisztikája. Hányból hány. Ennyi. Erre a kérdésre a válasz, az mindent megmond rólad. Most ahhoz, hogy ezt el tud érni, hogy ez a statisztika minél jobban nőjön, tehát mind a két szám egyre magasabb legyen, és egyre közelítsen egymáshoz, ahhoz a fölény kialakításokat egyre tökéletesebben kell megoldanotok. Milyen fölényeket ismerünk, Tüzes? Számbeli, minőségi, és kezdeményezésbeli. És a kezdeményezésbeli miért több egy kicsit, mint a másik kettő? És azzal mit alakíthatsz ki? Miért? Meg? Így van. Tehát a kezdeményezésbelivel kialakítható a másik kettő ellen, mivel mindig egy gondolattal az ellenfél előtt jársz. Jó. A mai edzésbe rámegyünk egy kis rondóra, egy kis cicára, amit ugye Barcelonában meg a spanyol csapatoknál, latin csapatoknál előszeretettel játszanak. Csak azt szeretném, hogyha nem abba a lusta és értelmetlen fölfogásba játszanátok ezt a kis cica játékot, hogy csak úgy elmúljon az idő, hanem tényleg érezzétek meg a labdát, és kifogástalan együttműködéssel, kis jó hangulatú technikás gyakorlással érjen ez föl, valamint az a két ember, aki védekezik belül, az proaktív legyen. Most csak ennyit mondok, tehát igyekezzen olyan szituációt kialakítani, amiből valószínűleg, hogy ő tud jobban kijönni. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy tudjátok megvalósítani, ha majd nem tudjátok, akkor segítünk. Jó? Akkor beavatkozunk. Előre csináljuk meg a párokat, aztán a következő játékokhoz, amelyiknek az lesz a lényeg, amit bent is megbeszéltünk az értekezleten, hogy így vagy úgy, tehát leválással, beindulással jutunk be az ellenfél védelme mögé, és ugye az annak a gyakorlása, a vonaljáték, egy bizonyos vonalon átvezetni a labdát, az azt jelenti, hogy védelmi vonat, hogyha föltörtük, bejutottunk mögöttük, vagy befordulunk és beverjük a kapuba középen, az is ugyanolyan jó. Mindegy, a cél az, hogy gólpassz legyen. A gól és gólpassz egyenértékű, mert a gólpassz az ugye azt jelenti, hogy gól lett belőle. Ezt egy kisebb létszámban a kettő ellen is fogjuk majd gyakorolni, úgyhogy konkrétan meghatározzuk, hogy ki párharckereső fölfogásba kellene, hogy játszon. Utána pedig ezt átvisszük egy nagyobb területbe, ahol egy igazi érzék centerként vagy érzéki játékosként fogod ezt a kettőt majd szabadon úgy variálni, ahogy te akarod. Csoport, aki velünk fog dolgozni a játékban, az nyomatja itt a 2-2-tel meg a 4-4 plusz jokeres játékot. A másik csoport, az pedig ott a kapusokkal a másik oldalon fog gyakorolni. Mindegyik játékos rugni fog, tehát 4 labdát fogtok odavinni. Leteszed a saját szögedbe, ami szerinted jó, azt nem változtathatod, mert ahhoz állítjátok be a sorfalat. Tehát mindig ugyanonnan kell majd lőni, és 8-at lősz, tehát 2x4-et úgy kerülsz majd sorba, és az egy ajándékra menő játék lesz, tehát egy ilyen kis statisztikai játék, mint ahogy az 1-1-et csináltuk, ugye a
az első edzésen, a kis műfűesen a bemenő játékot, meg mint ahogy ugye tegnap is a 1-2 elleni bemenő játékot csináltuk, ugyanúgy versenyre megy, és aztán meg cserélünk. Aki itt volt, az oda megy, aki ott volt, az idején. Jó, ugyanebbe a létszámba maradtok itt ebbe, a kapusok meg hozzájönnek a kicsikhez, ti meg jöttök ebbe a területbe, és mehet a cicu. És a... Jó, a Laci meg a Patrik a két cicc. És egy érintő van, jó? Jó, Lackó, gyere ide, ez a csoporthoz. Komolyan. Megvagytok? Jó, mert legfiatalabbként már tudja is, hogy ő van bent. Ó, párja jön hozzá. Oké. Mindig, aki régebb óta volt bent, az megy ki. Jó, egy érintő van. Mert? Vezessétek Lackó meg Igor, szépen csináljuk. Hoppá. Azaz. Szépen egy érintő. Hopp. Egy érintő, mehetsz be. Gyerünk. Ott azon a területen állj meg egy pillanatra. Állj meg egy pillanatra. Állj meg egy pillanatra. Úgy vegyétek fel, mint citromsárga. Jó, te meg a párod. Így hármasba lesztek, te meg vegyétek fel a rózsaszín. Neked nem kell. Kapusok azok, egy színben vannak. 16, 17. Jaj, nem volt igaz! Mehet? Mehet, vagy vegye fel kicsit gyorsabb. Gyerünk, csináld, nem baj, jó az, gyerünk, hoppá. Olyankor föl kell tartani a védőt, ne tudjon oda jutni. Gyere, nyugodtan, mozoghatsz. Ebből a területben. Gyerünk, és már csináld, vedd le tőle, gyerünk, mert, gyerünk, hopp. Tegyed folyamatosan. Ne várd meg, még ők cserélnek, addig meg tudsz már csinálni 3-4 paszt. Jó, megy a Márk, mert nem jó helyezkedett, nem a tiszta passába volt. Arra figyeljetek, hogy a két szomszédos az közelít, az átlóban lévő játékosok meg tiszta passába próbálnak helyezkedni. Gyere. Hangolódj rá a játékra, ez azért van. Gyorsuljon föl egy kicsit az agyad, gyorsuljon föl hozzá a mozdulat. Egyedül van bent? Jó, akkor menjél be, Ádám. Jó, mindegy, bemész most. Hát nem állunk itt 5 percig, mert nem tudjuk eldönteni, hogy ki volt bent. Látod, már csere is van. Gyerünk, hoppá. 1, 2, 3, 4, 5,
Tartsa, tartsa, de ez a tartsa! Á, jó, ez az. Csak kicsit ügyesebben gyere, Eri. De maradjunk annyi, hogy hely azért volt a lábad közt. Igor, hely azért volt egy másfél méter közt, de nehéz volt elhibázni az ittszer. Ott a labda, passzoltam. Jó, megállunk egy pillanatra, ott állszol vagy, ott maradsz. Támadás, tehát a labda birtoklás részében, aki kívül van, aki tartják a labdát. Nagyon nagy hiba, hogy nem vagytok szenvedélyesek, abszolút nem élitek bele magatokat. Ha megnézed a profi játékosokat, ezt a játékot imádják csinálni, de azért imádják, mert biztosak magukba, meg szeretik, jó leső érzés az, hogy bent tartod a másikat, meg átvered. Meg olyan megtévesztő mozdulatokat csinálsz picibe, ami élvezetet ad, amivel ki tudod magad fejezni. Az edző azért szereti, mert bemelegítésként a játékos nagyon gyors mozdulatok, gyors döntésekre, gyors mozdulatokra van kényszerítve. És föl tudsz pörögni, és rá tudsz hangolódni. No, de ha nem vagy szenvedélyes, hanem így bambusz, meg így jársz, mert tudom, hogy fáradt vagy, próbáltuk nyilván egy kicsit kompenzálni egy kis jacuzzival, egy kis masszázsal, egy kis ezzel, egy kis azzal, kicsit tovább aludtunk, amit úgy lehet, azt megpróbáltuk hozzátenni. De hogyha ez így folytatódik a következő percekben is, mint most, akkor abba hagyjuk, befejezzük és bemegyünk. Mert nincsen semmi értelme. Szenvedélyes legyél, akarja, aktív legyél, kezdeményezzél, kérjed, neves, mosolyog, csináld, trükköz, gyorsuljon a gondolatod, gyorsuljon a mozdulatod, mert aztán akkor lesz majd értéke az egész többi gyakorlásnak. Ha így ezzel el kell felejteni, hogy fáradt vagy, nem baj, majd délután, holnap, majd este kipihened magad. Most itt vagy, most edzés van, most ennek kell élni. 100%-osan erre kell figyelni. És akkor van értéke, hogyha aktívan részt veszel benne, nem csak le akarod tudni. Próbáld megtalálni benne az élvezetedet, mert nem hiszem el, hogy nem lehet. A védekező része, az pedig azért, ott pedig arra figyelj, ugyanúgy, tehát az Igor próbálta irányítgatni, amikor belül volt a párjával, de nagyon fontos az, hogy most ez itt mennyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 2 elleni játék. Tehát ha csak a számokat nézzük, akkor azt a következtetést vonhatjuk le, hogy esélytelen. Hát 7 a 2 ellen, hogy szaladok, hát mit esély? De mit lehet tenni?
Szerinted, Erik, mit lehet tenni benne a kettőnek? Mit tudsz ebből kihozni maximumot? Ott van a Lackónál labda. Erre mit lehet ebből kihozni? Két húzás kell. Mit? Hogyha te vagy itt bent, mit lehet kihozni? Tehát te vagy a védő. Most a védők szempontjából beszéljük. Hát, mit lehet ebből kihozni? Hát ebből a 7-2-es szituációból mit lehet kihozni, hogy esetleg legyen esélyed? Nézd meg! Például, itt ott van a társad arra, akkor eldönt, hogy erről zárt. Tehát oda ne passzolja, azt már ki tudod zárni. Te pedig így zárod, hogy oda már nem tudja passzolni, csak ide tudja passzolni, köztet se tudja passzolni. Mit csináltál belőle? Tehát neki arra nem tud passzolni, oda tud passzolni, arra nem tud passzolni. Mit csináltál belőle? Fölényt. Milyen fölényt? Szám. Hogy? Hányan vagytok? Hányan vagy? És ők? De most így. Oda nem tud passzolni, meg oda se. Ja. Hát a 7-2 a jobb, vagy a 2-2? Mi hol van a jobb esélyed labdát szerezni? Na? Hát akkor nem. Tehát ki tudok hozni a 7-2-t, vagy 2-2-t jó helyezkedéssel, meg jó, tehát mozgékonyan, ügyesen, mert ugye azért ott még van egy játékos, tehát átengedi a lába között, vagy valami, de hogyha, tehát mire a labda odaér, én is gyorsan odaérek és váltok, passzod át oda? Gyorsan odaérsz, meg belépsz ide, akkor van, de ne annyira, mert akkor itt át tudja játszani. Tehát hogy úgy, hogy minél kevesebb lehetősége legyen, mondjuk csak egy oda-vissza. Akkor beszorítod ide, és úgyis benne lesz egy hiba, vagy kitolod, kiszorítod a passzaival, és akkor már tiéd a labda, vagy beleviszed egy hibába, vagy húz egy zseniálisat, és átpörgeti a kettőt között, vagy elengedi a lába között, vagy mit tudom én, mert gyorsan fölismeri, hogy mit lehet tenni, vagy már előre kitalálja, hogy azt fogja, és akkor nyilván nem, de a százalékban az esélyeid, azok jóval megnövekednek, hogyha a 7-2-ből egy 2-2-t alakítasz ki, de még ha csak egy 3-2-t alakítasz ki, akkor is, mert utána, hogyha tovább engedi oda, passzol tovább oda? Tovább mész, de úgy, hogy egész közel hozzá, rámész, ne, Márk. Itt voltál. Menj vissza onnan. Oda. Tehát tovább passzolt egy, de mész, ahogy a labda, te is gyorsan rám, egész közel. Mert itt már ő a területnek a szélén van, tehát innen már nagy valamit nem bír. Lendületet se tud venni, meg semmi. Rágyorsítottál, te meg ide bejöttél, lezártad ezt, és itt meg nem nagyon lehet mit csinálni. Érted? Beszűkítetted, beszorítottad. Lehet, hogy nem az elsővel, hogy kettő-kettőt csináltad, de az a második, tehát még egy passz után odaszorítva már szinte te vagy előnyösebb helyzetben. Mert beszűkült egyedül, már azt is lehet szinte mondani, hogy egy 1-2 ellen, vagy kettő, te szempontodból egy 2-1 elleni szituációt csináltál. Értitek ezt? Hát akkor így játszátok ezt a cicát védekezés szempontjából, aki benn van, hogy próbáld minél jobban az ő lehetőségeiket leszűkíteni, és egyszer csak elfogynak a lehetőségeik. Tehát nagyba, nagy pályán, a csapatjátékba ugyanez a védekezésnek a lényege, hogy egyszer csak fogjonak el. Van, amikor elfogynak két passz után, mert becsalod egy csapdába, beszűkíted, leszűkíted neki ott a területeket, és nem tudja kihozni. Van, amikor 3-4 passz meg tud csinálni, mert tehát azok a lehetőségek megvannak, de végére beszorul, és a végén labdavesztés van. Lehet, hogy beengeded a középpályás sorodba, beengeded a védelmi vonaladig majdnem, de ott már meg lesz. Mert ott már annyira beszűkül, és olyan fölényt alakítasz ki, meg annyira leszűkíted neki a teret és az időt, hogy már nagy 90%-ban tiéd lesz a labda. De azt, ennek a logikáját így kell megérteni. Jó, mert gyerünk, labda birtokló, kérd bele magad, mozogjál, gyerünk, pörgesd magad, hopp, 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 nézzük, adj egy jelet, csinálj valami huncutságot, gyerünk. Azaz, hopp, hopp, ez az. Nem baj, jó, gyere már, gyere, azt át kellett volna nyomni a lábad között, így. Vagy a lábad mögött. Jó, jössz be, gyerünk, nem baj, legyen meg kicsit több. Azaz, Márk, bravo. Nem baj, jössz be, Márk. Ez az egy megoldása volt, most ez így sikerült. Semmi baj, ez nem, nincs. Jó, állj meg! Jöjjön be az Ádám. Így állni, még vakargatni az édet, azt nem lehet. Jó, gyere be. Már hogyha belettél van rúgyasz, akkor ezt te lehet, hogy eléred. Lehet, hogy a társadnak tud segíteni, hiába hibázott, de ezért. Jön be a Márk, azt nem jó helyre engedted el, gyere. Ha nincs mögötted senki, nem lehet elengedni. Mindig a labda nélküli határozza meg, hogy mi lehet a folytatás. Milyen alternatívák vannak. Itt megy a Márktól, gyerünk, hoppá, itt a Márk, gyerünk.
Ez a szép volt, Erik. Ne hibázz! Írd bele magad egy picit jobban. Oké, gyerünk. Azért, mert nem élnek vele együtt. Hopp, hopp, hopp. Jó, az rossz volt már, gyerünk, jöhetsz be. Én beszélek, ti fogjátok kezdeni a szabadrugásokkal, mentek oda. Ott, mikor átmennek, akkor azért egy picit párba passzokkal melegítsenek, jó? Úgy legyen, hogy mondjuk egy ember lerakja az őszögébe, akkor van, lerúgja mindenki? Nem. Egy ember lerúgja a saját szögébe, vagy leteszi a labdát, és a saját szögéből lerúg négyet. Igen. Addig a többiek, nem, fönntartják a labdát. Tehát addig a többiek fönntartják a labdát, nem esett le. Mikor az első körbe csak simán fönntartjátok, és aztán mindig aki befejezte és jön, ahelyett megy a következő, majd számolt be őket, hogy mennek sorba, és akkor aki lerúgta, vissza becsatlakozik a labdát fönntartani, mikor lement egy teljes kör, akkor kezdődik a második kör, a második négy, tehát négy labdát, tehát öt labdát kell odavinni, de egyel fönntartják, négyet megrúgnak. A második körbe viszont már a fönntartás az úgy néz ki, hogy elkezdi valaki egyel, a következőnek kettő. Ből kell visszaadni. A következőnek háromból kell visszaadni. Amit egyénileg csináltunk tegnap, akkor csoportba próbáljuk megcsinálni, és megnézzük, hogy meddig juttak, jó? És akkor mikor mindenki lerúgta a nyolcat, akkor szósz, itt akkor van vége, és akkor cserélünk. Ti jöttök át játszani, és mennek a többiek. Jó, ameddig csináljátok nyugodtan, csak ameddig csináljátok, már kihasználnám az időt, és elmondom, hogy mi lesz ott a feladat. Tehát kettő-kettelen játszatok, a narancssárgák együtt vannak, tehát játszik egy
mondjuk egy két narancssárga, a Csongi meg a Tüzes játszik mondjuk rá a Mészáros ellen meg a Párja ellen. Aki ellen, és a másik két páros, aki ugyanúgy rózsaszínben van, az a saját kaputok mögött, ott helyezkedik a két kapupánál, ott mögötte. És abban a pillanatban, hogyha ellenetek befejezték a támadást, tehát akár gól lett, vagy akár, tehát bármilyen formában a vonal, az alapvonalon áthaladt a labda, akkor rögtön csere van. Tehát ti jöttök be, ők meg mennek le, ugyanez a másik oldalon is. Hogyha a Csongiék ellen befejeztetett gólt lőttek, vagy lehozta, abban a pillanatban csere van, de majd én adom be onnan oldalról a labdát, mindenki befejezte, az jön majd. Jó? Kész van? Jó, tapsoljátok meg a Csongit, köszönjük a bemelegítést. Gyertek, jöhettek ide. Jó. Na, álljatok fel akkor? És akkor annyit meghatározunk, hogy először 6 percig megy a játék, és az első 6 percben úgy lesz, hogy te párharc kerülő vagy, tehát mindig arra próbálsz mozogni, te párharcot keresed, amikor nátok van alatt, jó? Te párharc kereső vagy, te párharc kerülő. Te párharc kerülő, te párharc kereső, jó? Te párharc kereső, te párharc kerülő. Át is lehet vezetni, meg gólt is lehet lőni, gyerekek! Azaz. Ott van, ott a csere! Ott a csere! Innen jön! Gyere vissza, igen, vissza kell jönni! Gyerünk már! Cseréltek is! Lesz, te melyik vagy? Próbáld keresni, felé lépj! Patrik, 2-0, ne engedd át, át is vezetheti, meg be is lőheti. Gól van, kere van. Ide passzolhatod volna a tüzet. Csongi próbál leválni. Ez az. Tovább, tovább, tovább. Azaz, 2-1. Ott van a csere, gyere. Gyere már vissza, ti jöttök, Csani. Hagyjad már a labdát. Látod, nem csináltad tiszta szenvedélye a cicát, és nem tudtál ráhangolódni a játékra. Most még megint bemelegítés van. Nem vagy még ráhangolódott. Pár, mit keresed? Párhoz kerülök. Vidd át, vagy lőjél gólt. Kettő-kettő. Onnan jön. Csani, ne kapcsoljon már az agyad. Nem gólt. Játsz! Tehát azonnal, hogy belőtted, vissza kell rendeződni, meg kapod a labdát. Állj meg egy pillanatra! Te mit játszol? Kereső? Akkor keresed, ne leválogassál! Menjé be, állj rá a védőre, állj rá a... Nincsen, nem az van, csak azért állítottam meg, hogy kérdezem, hogy mit játszik, mert pont az ellentétét játsza. Te meg, hogyha pár arc kerülő vagy, akkor ne menj a labda felé, hanem távolodj. Gyerekek, pont az a lényeg, hogy ott is átvezeted, ott is meg be is lőheted. Tehát ott beállsz ide, a társad rád passz, hogy befordulsz és belövöd, az is jó, de ha beállsz ide, és a társad, mint párharc kerülő, beindul oda, elé teszed és őt átvezeti, az is jó. Vagy te vagy a párharc kerülő, a társad hozza ott, akkor nem felé mész, hanem átnyitsz egész ide, mert ugye úgy is ráfigyelnek, mert ő ott vezeti, nem akarják engedni, hogy bevezess. Akkor csak átpasszol ide és bevezeted. Tehát aki párharc kerülő, az bujkáljon, aki párharc kerül, vagy kereső, az meg mindig a labda felé mozogjon, és mindig próbálja az erejét használni. Próbáljon beállni, próbáljon beforogni, befordulni, test a test elleni párbajokat, párharcokat megnyerni. Mert mindegy, játsz. Játsz rá. Azaz, fordulj be. Csak próbálkozzál vele. Csani, váljál le, vagy indulj be. Jó, onnan jön. Befejezték ellene, csere. Csere van. Csani, lefelé.
Ha befejed, tehát az, akármilyen formában az alapvonalatokon gól van, akkor átmegy a labda, csere van. Párharc, keresd már a párharcot. Akkor lépni kell felé, ha keresed a párharcot, tüzes. Gyerünk már, Paci, ütköz már le! Játék. Keresse tüzes a párharcot. Játsz. Játsz. Jó, csere van, befejezték el. Jöhettek azzal a labdával, passzolod neki. Hoppá, játék. És lépj a labda felé. Keresd a párharcot. Ne beindulj, keresd. Ez az. Majd a Csongi leválik. Ez az. És váljál le, vagy indulj be. Mehet a rózsaszín. Vezesd át. Mennyi van? 2-2? Gyere már, Dominik, ott a labda. Tüzet, passz ide. Nem megy, az. 3-2 a rózsaszínnek, jó tudom. Innen jön, hagyd. Miért 3-2? Na, mert 3 adott. Ez volt a 3. Te vagy a párhoz kerek, akkor kerek. Haza, bravo. Hol legyen? 3-3. 3-3, ott csere van, innen jön. Gyere, vigyázz, mert már letámadnak. Gyere, hopp, ez az. Laci, az semmi, újra jön onnan szabadrugás. Tiétek, hozd onnan. Újra, gyerünk, játsz. Állj, megy egy pillanatra. Itt van nálad a labda, és ott zár a izé, akkor miért akarsz oda passzolni? Hát akkor kizárod, elindulsz. És ott van a tér előtt, tehát aztán majd a társad jön, attól függően, hogy melyik. Én vagyok a kereső. Kereső, te vagy a kerülő. Na most nyilván itt ezt levetted volna, ezt az egyet. Tehát nem oda passzolsz és nem csípjel, hanem beindulsz vele, ő pedig mint párharc kerülő, mondjuk beindul oda, csak beteszed és ott bevezeti. Érted? Tehát, hogy az legyen a fókuszban, ne az, hogy most itt rutinbu vagy sablonbu passzolgassak. Tényleg azt nézd meg, hogy mint amit az előbb a puskásékról mondtam bent az értekezleten. Nézd meg, hogy tehát egy ilyen kis szituációban is, hogy lehet ez nekünk jobb? Hát nem úgy lesz, hogy jobb, ha ott rizikósan megpróbálom és eladom, hanem mert nem az a cél, hogy labdát tartsak, hanem az a cél, az a fókusz, arra fókuszálok, hogy gól legyen. Vagy ott átvezessem, vagy oda beverjem. Érted? Illetve, hogy ketten megcsináljuk. Tehát, mivel ketten vagytok, így vagy gólt lősz, vagy gólpasztasz, nincs más. Mert az egyiknek adja, a másiknak be, mindig így van. Arra fókuszáljatok, mindig az jelző, hogy oda hogy lehet bejuttatni a labdát. Semmi más, nem kell rutinból, meg ilyen régi megszokásokból csak azért passzolni, hogy most éppen nem vagyok teljesen itt. Matt? 4-3. 5-3. Bravo, Lat. Csere van, gyere, onnan jön. Befejezték. Ki a párhoz? Itt a... Te. Ott át kell vezetni. Állj, te vagy a párhoz kereső, igaz? Igen. Akkor állj be valamelyik védőre, próbáld az erődet kihasználni. Add át oda a labdát? Gyerünk, játék. Csak ne itt tanást tanul, állj, hanem próbáld keresni a testi kontaktust, az a lényeg. Passzold rá! Azaz, onnan jön. Mit csinálsz, tüzes? Nem vetted észre, hogy gól volt? Rúgd be neki ilyen gól. Ugye, 6-3. Nagyon gyenge koncentráció, gyerekek. Az szép volt a cseh. Onnan jön. Passz ide fönn. Gyere már! Ájra! Válj le Csongi valahol, mert oda be is lehet vezetni. Ez az, állj be, tedd ki a kezed, hogy ne férjen oda hozzád. Innen jön. Állj, és még egy dolog, amit látok, hogy nincs a fejetekbe, mint például most a Csongi abban a szituációban volt. Tehát ő párharc kerülő. És ebbe a szituációban volt,
ott jó zárta, nem lehetett oda befordulni, meg ott lőni, nem lehetett ide se. Akkor innen egy sprintbe oda is be lehet indulni, mert mindenki ide fókuszált, érted? Arra a kapura, vagy értitek? Ez senkinek nem jut eszébe, hogy innen egy sprinttel oda keresztbe olyan ütem előnybe kerül, hogyha a társ fölnéz és bejátsza oda, az tuti gól. Tehát mind a három kapu legyen, mind a három lehetőség legyen folyamatosan az agyatokban, jó? És abból a legjobbat válsz ki eladásként, hogy melyikre csináljuk meg a fölényt. Mert? Bravo Messi! Azaz! Jó, jó! Halad fotámban csinálod tovább, gyerünk! Az jó! Nem baj. Vidd valamelyikre le! Tüzet! Bravo, keresd a párhoz! Keresd a duelt! Egy Tongi levált! Azaz, bravo, bravo, tüzes! Kivártad a legjobb lehetőséget és átvitted, bravo! Ide Prami, patta! 6-6! Jó, megállunk. Összeszedjük a labdát, térfelet cseréljünk és megváltoznak a szerepek. Megváltoznak a szerepek. Ott van egy labda, ott álltunk. És még egy valami megváltozik, innentől kezdve nem annak adjuk be a labdát, aki vált, hanem aki marad fönn a pályán. Jó? Ott egy labda. Tehát innentől kezdve nem annak adjuk be a labdát, aki vált, ahol váltanak, hanem ahol maradnak. Jó? Illetve ti váltjátok a szerepeket. Te leszel a párhoz kerülő, ő lesz a párhoz kereső, ugye? Valahogy így. Így voltatok? Igen. Cseréljetek. Nálatok is csinálni, te leszel most a párhoz kereső, Dominik a párhoz kerülő. Tüzet, te leszel a párhoz kerülő, Csongi a párhoz kereső. Nálatok is Matyi, te leszel a párhoz kereső, Péter pedig a párhoz kereső. Igen, zárta, ne hozzá! Ott a csere. Tess. Aki vált? Ütközd már, Dominik! Ütközd már! Keresd ott a párhoz! Keresd a párhoz! Passzod rá! Passzod rá! Úgy, úgy! Menjen! Csongi, nem volt rajtad védő, nem kellett volna visszajátszani. Be kellett volna fordulni, ezt bevinni. Érezni kell, hogy hol van a védő. Na gyere, mindegy, ne menjél elérte, hozzad a másikat. Aki vált, az jön. Ott jön a rózsaszín, gyere, gyere, itt a labda. Bravo. Mennyi? Nem, csak 12-9. Az 3. Passz rá, passz rá! Válj le, válj le, válj le, párhoz kerülő vagy, válj le, Patrik! Vagy indulj be! Befejezték. Nem, oldalról ment ki. Oldalról ment ki? Oldalról ment ki. Akkor csak a labda. Menj már a csong, menj már a tüzet! Nem, te jössz, menj már le! Hát oldalról meg! Hé, Laci! Az nem jó? Mellette vitted. Ott váltanak, hát mellette vitted a labdát. Gyerünk a búján arról vitted ki a labdát, nem ki a kettő között. Keres, keres nekem a párhoz, keres! Jó, nem zárta. Ott a labda, hozzad! Patrik! Itt kell átvezetni, te meg itt vitted el. Ja, az a Dominik, az a... Ne, engedd Dominik, keményebben egy kicsit, azaz. Jó, onnan jön. Gyere, Csongi. Marad minden, onnan jön. Csani! Aki vált, hozzad. Aki vált, hozhatod. Ott a labda, hozzad már, gyerünk! Kered a párhatod, Lati, menj fel is, kered a párhatod!
A távolabbi lábára passzoljad, mert így nem tudja megtartani. Állj egy pillanatra. Két nagy hiba volt. Nem vártad meg még fölveszi a pozícióját, hogy beáll, te meg későn kezdted el. Tehát mind a ketten hibáztatok, mert előbb be kell állni, már amikor hozza a labdát, akkor beállsz. Gyere ide, mint védő. Tehát erről fogta, így. Akkor nem erre a lábára passzolok, ez eleve logikus, mert itt el tudja venni. Ezzel zárja, hanem ide passzolok, itt tudja megtartani. Érted? Tehát te neked időbe be kell állni, te neked meg kell várni, hogy, mert hiába passzolt, ha nem állt be, akkor nem tudja megtartani. Ha beállt, akkor meg arra a lábára, amelyik a távolabb esik a védőtől. És arra is érdemes mondjuk le megcsinálni a 2-1-et, hogyha erről fogja, ide rápaszod, itt beindulsz, és leveszitek őt, és bevezeted, érted? Tehát sok összefüggés van benne, de az a lényeg, hogy meg kell várni, hogy beálljon, aki erővel beáll, meg arra lábára kell passzolni, amelyikkel esélye van megtartani. Tehát távolabb van a védőtől. Mehet, Mészáros. Állj be, Csani. Nem baj, nagyobb, állj be. Bravo. Hoppa! Ide passz. Igen, 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 gyerünk, csináld. Azaz, azaz. Bravo, Laci, szép volt. Honnan hozzátok Csongit? 4-2. Ütközd már le, Patrik, mire vár? Így befordult és kész. Rózsaszín jön. És most csinálj meg a 2-1-et gyorsan. Gyere vissza! 5-3! Eléred, eléred még! Mehet, mehet, játsz, 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 játsz! Mi vagy, kerülő vagy? Akkor kerüljed a páracot! Peti! Csani, az gyorsan föladtad! Honnan jön? Hozzad már! Hozzad, Patrik, mehet! Passzod rá és indulj be! Bravo, és? 6-4, ott a labda. És onnan jön, ahol vált, az tüzes hozza. 6-4. Sétálhatnak át! Sétálhatnak át! Mennyi az eredmény? Befejezték, onnan hozod, Csani? 6-4. Hagyjad már. Hát most utal volt a gyerek. Meg az előbb a Laci átvitte. Tegyél, tegyél el oda. Hol van? Jó van, jó lesz a tüzes. Mennyi? Jó. Jó, fújt ki magad. Nem kell levetni a megkülönböztetőt semmit, mert utána majd jössz vissza, menjetek át, sétáljatok át a lackóhoz. Ügyesek voltatok, bravo. Egész jól csináltátok. Kedves a labdát, gyere! Oda zigorhoz a labdákat. Gyertek be ide, egy picit nyújtsatok ki mindenki magának. Az a lényeg, hogy jó? Az a lényeg, hogy a páratkeres az mindig mozduljon a labdafej, álljon be a támadóra, próbálja erőből megoldani, a páratkerülő az pedig mindig próbáljon leválni, próbáljon beindulni, üres területekbe bemozogni, lehetőséget adni a párharc keresőnek, hogy megjátsza őt. Na, figyeljetek oda, mind a, ott a két kis szakaszon át lehet vezetni a labdát, vagy át kell vezetni, nem átpasszolni, oda meg be lehet verni, tehát gólt lehet rúgni. Ott van. Onnan jön, 1-0. Keresd a párharcot, Ádám, te vagy a párharc kereső. Keresd a párharcot, keresd, lépjél párharcot. Szép volt, Kristó. Csak a bal lábadra is kíváncsi vagyok. Át lehet vezetni is. Ide összpontosított, mindenki rágyorsít, az bevezeted. Legyen a fejedbe az összes verzió. Azaz. Bravo. 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 1-1. Onnan jövünk, ott a labda.
kellett volna már indulni. Ádi. Onnan jön. Mennyi van? Kettő? Egy? Kérdez a párhalatot. Lépjél felé. Lépjél már felé. Márti meg fogjad. Tehát, hogy átveszi a labdát és rátfordul, az nem olyan jó. És válj le valahol, válj le Erik. Abba többet ki lehetett volna hozni. Kettő-kettő. Aha. Le fogom venni 3,5 percre. Csak csináljad. De próbáld kijavítani. Mennyi van? 2-2? 3-2. Fordítottatok? 3-2, igen. Ott a labda. Tiétek. Onnan jön. Keresd, keresd. Fordítva van. Ki a párhoz kereső? Láda. Gyerünk. Márk. Későn kapcsolsz, bravo, szép fordítva, foterik. Te vagy a párhalat kereső. Keresd a párhalat, keresd már. Tépjél föl. Mennyi van? 4-3. Onnan jön. Bravo, Lavi, bravo. Erik? Szép. Onnan jön. Mennyi? 3. Még fél perc, gyerünk, fél perc, csináljad. Ott csak át vezetni le. Gyerünk. Az szép, és vidd el. Gyerünk, és meg. Hagyjad Ádám a labdát. Gyerünk már! Kerüld a pár harcot, már így jött ki. Hat-négy. Még egy pici. Hat-öt. Onnan. Na nézzük, megkapjátok a lehetőséget az egyenlítésre. Azaz, szép, X. Jó, márkék maradnak, ti lejöttök, de van pihenő. Tehát fújjátok ki magatokat, pihenjetek. Ki a párhoz keresen állatok? Akkor keresd. Keresd a párhoz, legyen ki, tedd ki a kezed, legyen fönt a kezed. Ne tudjon alatt élni labdához. Ez az, bátran törj be, bátran vidd be! Ne nézd le, hogy kisebbek! Honnan jön? Most itt te vagy a fizikálisan erősebb, azt ki kell használni. Nem tetted ki a kezed, lenézted egy kicsi és... Most te vagy a páraszt kereső, nem Márk? Akkor miért nem mész rá föl a védőre? Vidd át, ez az! Át lehet vezetni is, meg volt is lehet rúgni, tudod. Ne felejtsétek el, hogy átvezetni is át lehet, meg gót lehet lőni a kapura. Azaz, bravo, használd az erődet, használd, hogy erősebb vagy. Várjál Patri, várjál, ez az, bravo, és vidd át. Szép, bravo. Nem jó, a két izék között kell átvinni, a sárga meg a fehér között. Passz ide azt. Nem, onnan nem volt gól. Azért, mert mellette vitt át. Menjen. A két kis... Már keresd már a pár harcot, hogy mit csinál? Fehér és sárga bója közti szakaszon lehet átvezetni. Válj le, Ádám! Azaz, bravo, ott kell átvezetni, nagyszerű. Mennyi? Kettő. Talajon. Fektesd. Azaz, szép.
fektest. Azaz, szép. Nézzük a gyengébbik lábaitokkal. Gyengébbik láb. Ez már dadog. Ne gyakoroljad, nem baj. Az inkább belső volt. Jobban fektesd, és ezzel találd el a lábfejeddel. Végig a... Ki vezet? Vidd be, vidd be, vidd be, nagyszerű. 4-2 ott a labda kaputokban. Kristóf. Még egy perc. Érzik? Indulj, indulj is. Onnan jövünk, Márk. Passzis, te neked kellene a párhoz keresni, Márk. Te legyél a párhoz kereső. Onnan jön. Szép. 4-3. Van még fél perc. 20 másodperc. Keresd, lépjél fel. Azaz, bravo Kristóf. Az 4-4. Van még 10 másodperc, még egy támadást tudsz vezetni. Putyin, putyin, adj a labdát, mert nem ti jöttök. A szép. Így kapjátok a gólt, hogy nem figyelsz. Így kaptatok ki. Már, ki hozza a labdát? Nem baj, de keresd a párhozat, jó, ügyet voltak. Jó, megvan, 1-0. Keresd a párhozat, keresd a párhozat, keresd a vagy. Jó. 1-1. Keresd a párhozat, kicsit. Na jó, jó. 2-1. Gyerekek, nektek kettőtöknek van kedvetek játszani? Akkor csináljátok már normálisan. Így sima lesz nagyon. 3-1. Maradj fönn, Kristó, te vagy a párhoz kereső. Ott a kapuban. Gyerünk, még van 2 perc, gyerünk, ki lehet egyenlíteni simán, csináld! Az. Gyorsíts, 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 és passz! Szép, ez az. Onnan jön. Válj le, válj le, válj le, ne keresd a pár, válj le, indulj be. Azaz, azaz, bravo, bravo, bravo. Jó játék, benne van. Az, az. 4-2. Jó, azt nem adjuk meg, mert ott szabály, tehát előnyszabályból, ezért, de ott szabálytalan volt, ez most nem gól. Marad a... mennyi? 3-2. 3-2. Ne, gyerünk, van még másfél perc, gyerünk, nézzük, hoppá! 2 gólt simán be lehet hozni, még nyerni is lehet, gyerünk, nézzük, hoppá! Kristóf, próbáld keresni a párharcokat, most te vagy a párharc kereső, álljál rá, próbáld megtartani, lefordulni, lekészíteni. Nem baj az, ha nem sikerül, csak hogy érezd meg, hogy mit jelent az. De úgyhogy ne legyél takarás, ez az, tedd ki a kezed, tedd ki a kezed! Bravo, nem baj, megharcoltál, nem baj, csak hogy érezd meg, hogy ez mit jelent. Nem, ott csak átvezetni lehet. Hozd a labdát, onnan jöhet. 4-2. Passz rá, passz kicsire le. Nézd, Levi, nézd, gyerünk, gyerünk, Levi, kém. Hozd a labdát, gyerünk, 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 neked kellene Levi a... Ja nem, te vagy a párod kerül. És, és! Tartsd bent, tartsd bent. Itt van a pálya széle, ben kell tartani. Csináld. Csináld, 1-1, nézzük, hopp. Az is jó. Nem jó. Jó. Rózsaszín. Gyerünk, 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 még egy pici van. Hoppá, csináld. És. 4-3. Megint megvan a lehetőség kiegyenlíteni. Utolsó. 10 másodperc. Gyerünk, gyerünk, van még egy pici, nézzük, ki tudsz egyenlíteni. Nézzük, hopp, 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 vidd át. Azaz. 4-4.
Végére főosztátok. Nehéz mindenkinek, nekünk is nehéz. Gyertek ide közelebb? Nehéz, gyertek, ki kell az bírnak. Nem kell feladni rögtön, hogy nem bírom. Labdákért sétáljunk el szépen, azt mindenki. Várj, még ne! Akarok, szeretnék mondani valamit. Amit észrevettem rajtatok. Van a kézilabdában egy olyan világhírű szakember, hogy Mocsai Lajos. Hallottatok már róla? Azt mondta, hogy a kézilabdában a sikernek a titka az, hogyha a játékosok tudnak a kínzónájukba dolgozni, edzeni. Bele tudnak menni, tehát ki tud a komfortzónájába menni, és a kínzónába edz. Amikor már kínos, mint most, hogy menni kell, de nem szabad. Érted, hogyha ez nincs meg benned, hogy bele tudsz menni a kínzónádba, és ott tudsz dolgozni, akkor azt mondják a kézilabdába, hogy nem érhetsz el komoly eredményt. És hiába vagy akármilyen tehetséges, ügyes, ha nem tudod elérni azt, hogy te, amikor már kínos, már fáj, és még akkor is tudsz teljesíteni, akkor csak egy átlagos játékos leszel. És azt vettem most észre, hogy ilyen kis kényeskék voltatok, ilyen kis, hát ilyen kis jól nevelt kis, ezért, jó van, hát ha nem nyerünk, csak már most legyen vége, mert már izzadok. A sport az arról szól, hogy hát érted, hogyha tényleg ennél jobb szó nincs, hogy kínzóna. Tehát mikor, mert éreztétek már, tehát már Erik a kínzónájában van fél órája. És ebbe is teljesítünk, és így a végén megfogtad, bevitted, ez a sport. A többi az hülyeség volt. Ez, amit itt a végén csináltam, amivel kiegyenlítettél, meg te is, amikor meghúztad, az a bevitted. Na ezek vagytok ti, ezt meg tudnád csinálni 10-szer, és 10-del elmentél volna. Te is ugyanúgy, meg tudtad volna többször is csinálni. Kristófot nem mondani, szerintem te mentél, ahogy csak tudtad, amit tőle telik, azt mindent megtettél. Ebbe a kínzónába, hogyha tudtok teljesíteni, akkor fogtok fölülkerekedni másokon. Ezt jegyezd meg most az utolsó 1 percet, Erik, vagy az utolsó 10 másodpercet, meg te is. És ezzel leszel több. Jó? Jó, pihenésképpen átalakítjuk a pályát. Mindenki kap jokerként 1,5 percet. Abban 1,5 percben... Nem kell fölvenned semmit. Mondta valaki, hogy ott van? Nem, most jöttem, mert... Mehet fel ez a két csapat a pályára. Ugyanaz a játék, mint eddig, csak hogy nagyobb mondani? Területen és nagyobb létszámban. 1,5 perc alatt a Joker, csak a Jokert figyelem. Mennyi gólt és gólpaszt ér el? Arról van a rózsaszín, arról van a narancs. Mert szabad játék. Átvezetés is éri, meg a betalálás a kapuba is éri. Jokernek van 1,5 perce, folyamatos játék. Ahogy kimegy, már rögtön valakinek nyomja be az igor. Páros kerülő is, páros kereső is lehet, Erik. Amit akarsz, amit választasz, amilyen szituációban. Már narancssárgával vagy. Indulj be, nézd mekkora terület! Azaz. Egy gólpassz, mehet, onnan jön. Egynél tart. Mehet. Játék, gyerünk! Nem baj az. Majd forgatjuk őket. Igen, minden ugyanaz a játék csak. Nem baj! De nem úgy van nyertes, hanem összesítve. Kirúgott be legtöbbet összesítve. Meg nagyobb létszámmal, meg Jokerrel. Tere, Erik, gyere, lerőhetsz, átadod a Kristófnak, Kristóf a Joker. Laci cseréljen veled. Pihenjetek, Mészáros cseréljen a Matyival. Gyere, Tüzes cseréljen az Orosz Márka. Kik?
Így van, mehettek be zuhanyozni, pihenjetek, utána megyünk majd ebédelni. Meg van, de gyorsabban menjen már csere, gyerekek! Mehet, Kristóf! Aki éppen pihen, azok szedjék össze a labdákat hozzátok ide, minél több labda legyen itt, hogy tudjuk be... Bravo, Kristóf! Bravo, Kristóf, innen jön! Egy, Kristófnak egy! Jöhet! Ugyanaz a játék, mint az előbb, csak nagyobb a terület, és nagyobb a létszám, és van Joker. És a Joker most már teljesen szabadon dönt, hogy pár arcot kerül, keres, hogyan lesz hatékony. Gyerünk, hoppá, nézzük. Kristóf játszotta? Gyere, csalá! Csere, jön a Kristóf lejön, bemegy a Laci Jokernek. Csak ennyi. Ennyi csere van most egyelőre. Mehet. Mehet. Kettő volt Kristóf, igaz? Erik mennyi volt? Egy? Egy. Az egy gólpassz, kettő. Nem. Egy gólt rúgtál meg, egy gólpassz. Kettő. Ugyanannyit ér mind a kettő. Három. Szép. Marad, onnan jön. Hozzon egy labda, gyors! Mészáros szivatja a Lacit. Ott van! Nem jó. Tanár, te képbe vagy? Igen. Hát akkor miért ott vezeted át a labdát, mivel a két bólya között kell átvezetni? Befasztoltam labdát, nem reagál rá senki. Gyerünk, már! Jó, csere! Cserél a Mészáros meg a Laci. Mészáros a Joker. Cserél a Patrik meg a Kristóf, Orosz Márk meg a... Meg te. Gyere, add át gyorsan. Pihenjetek. Erik marad. Kivel cserélek? Ja. Erik még egyet pihen. Vele. Vedd át gyorsan. Jó. Mészáros a Joker. Mert... Vegyél föl majd egy rózsaszint, aztán majd menni fogunk be. Ez Erik vagy én? Bravo Laci, bravo Domi. Te neked jó narancsárga. Majd a csanád helyet fogsz menni.
Jó, innen jön a lóra szín. Hozzad onnan, Matyi. És nézzük egy gólpassz. Gólpassz kell, hogy legyen. Csere! Három! Jó, gyere lejátsz, Csanád vegye át a citromsárgát, ő lesz a dzsoki, te meg a narancsot, és bemaradsz a narancssárgánál. Laci jöjjön le pihenni, bemegy helyett az Erik, te bemész, de vedd föl! Bemész a Patrik helyett, gyere Patrik! Ó, ti még várjatok egyet, gyere, és maradj! Gyere, nevesd le, majd mész vissza ugyan. Mert. Ahogy. Bőjte, Patrik. Nézzük, Csanád, nem vagy megjelent, Csani. Szép, ott a labda. Csani, kán. Joker vagy. Fölé. Mit csinálsz? Nem, nem van. Gólt kaptál. Gyere, jön. Az is szép volt, de Kristófot a megjátszott beüti, és az is ugyanannyit ér. Mennyi? Egy. Tízes. Gyere! Nézzük, hogy gólpasszod. Vegyél fel narancsot. Vegyél fel rózsaszint. Kettő. Itt van. Meg te is. Ott is van még. Jó, Csanád lejön, de átadja a Orosz Márk, voltál már? Orosz Márknak átadott, te meg lejössz pihenni. A Tüzes helyet bemész te. A Mészáros helyet bemegy a Patrik. Ti ketten cseréljetek, te meg cserélj a Kristóffal. Gyere, Kristóf! Hogy folyamatosan forogjunk, hogy mindenki töltődjön egy kicsit újra. Mehet! Megpróbáltad, semmi baj, jó volt. 4 a 3-ból vannak a... Tessék? 3 rózsaszín van és 4 gyerek. Miért van? Menj be akkor. Mehet. Hol a labda? Mehet. Hét másodperc van, már nem sok. Játssza, próbáljátok rájátszani! Magad csinál, már 7 másodperc van! Jó, állj meg! Jó, átcserélitek, te vagy a Joker. Jó, lejössz pihenni. Kristóf... Kristóf bemegy a
az Erik helyett, család még maradt pihenni, Mészáros bemegy a... Mészáros bemegy a... Ádám helyett. Jó? Tüzes még maradt? Mert? Hárman vagynak. Ki? De miért? Ki jött le akinek? Tüzes, menjél föl! Ki a Joker? A citromsárga. Gyerünk, gyerünk! Gyerünk már! Te nem voltál még Joker, ugye? Tüzes, nem voltál még mi? 2, 3, 4. Kristóf volt. Még az izése volt. 5-en még. Honnan jön? Ne, Tüzes, ne! Milyen régóta ugyanezek a szabályok már, és mégis cool, és viszed a labdát. Mi híja volt? Játék? Figyelj, Patrik, próbáld megjátszatni magadat, meg ki nem fogsz elérni egyáltalán gólt. Nem vagy megjátszható. Vagy jó, válj le, vagy indulj be területbe, vagy azaz. Játék? Most már velük vagy. Gyere, próbálj, indulj be valahogy, meg tudj! Vidd be, Patrik! Vezess be! Jó, egy. Játék! Csere! Menj a cseréljetek ketten a Petivel. Maradtatsz is benn. Jó, Laci cserél az Erikkel, Csanád cserél a Kristóffal. Márk még egyet pihen, te pedig cserélsz egyet a Patrikkal. Mindjárt megnézzük, hogy felállunk rendesen. Ki nem volt még Joker? Laci, lejön! Laci! Egy, kettő, három! Négy, még! Te voltál már? Nem. Ott tettel a kezed, nézzük már! Négy, öt! Nem, négy! Egy, hát meg aki most van? Az ötödik. Jó, mehet! Játék! Valakit válassz, akivel vagy, ez az! Igen? Az összes? Az összes. Jó. Hol volt? Igen. Játék! Passzoljátok ki azokat? Sétáljátok el, addig azokat a labdákat hozzátok ide-vissza. Jogi, onnan jövünk. Onnan, gyerünk már! Keres! Az jó, megadjuk. Jó, megadjuk. Megadjuk, jó volt. Lehet. Ide, ide, oda váljál és oda íveljed, ne a izé, ne a játéktéren keresztül. Jó, akkor mehet. Adom. Jó, akkor csináld már. Hogy védekezünk? Bravo, Dominik. Szép, bravo, Dominik. Előjönnek a csapatemberek is. Hoppá, gyerünk. Hoppá!
Négy már? Nem baj, négy neked. Jó. Csere, azt mondja, megy be. Itt volt mindenki Joker, ugye? Nem, te nem voltál. Te mész be Jokernek, te gyere ki pihenni. Jó. Így, hogyha nincsen rajtad megkülönböztető, akkor nem mész be sehova. Kristóf bemegy a Patrik helyére. Gyere. Nem kell levetni semmit, mert aztán úgyis cserégetem, csak folyamatosan, hogy ne halljatok meg. Hogy mindig legyen minősége, legyen értéke a játéknak. Azért cserélünk sokat. Jó, gyere, tüzes cseré. Cserélj a tüzessel, Márk. Mehet. Csináld. Jó, egy gólpassz, egy. Mehet, onnan. Bravo, Kristóf. Onnan jön, mert az csak átrúgtad Kristóf, nem volt a birtokodba. Bravo, elérted, kinyúltál, szép volt. Mennyi? Kettő? Mennyi van? Kettő. Azaz, bravo, és beviszed. Három, nagyszerű. Négy! Gyere már! Jó, átadod a Matyinak. Gyere le pihenni, bemegy itt a Laci narancssárgába, bemegy a Mészáros helyett, bemegy a tüzes. Rolli bemegy az Erik helyett, vagy Patrik bemegy az Erik helyett, bocsánat. Vegyél föl rózsaszint, és bemész a... Levi helyet. Lehet! A szép! Honnan jön? Kettő. Nem volt birtokodva. Itt közületek, még csak ti ketten nem voltatok, ugye? Fönt a pályán. Volt. Tüzes nem volt még, mi? Tüzes voltál már Joker? Akkor három összesen. Mati, négy! Van még 10 másodperc, csinálj még egyet, meg lehet csinálni! Gyere, csináld, amazokkal is vagy, velük vagy! Próbálj még egyet, van még pár másodperc! Játsz a Jokerre! Gyerünk már! Jó, csere, tüzes megy Jokernek, Matyi jöjjön le pihenni, Mészárosba megy az Orosz Márk helyett, Erik bemegy a Csanád helyett, rápihentek a Jokerre. Mert Laci kezdi, onnan hozza egy labdát, gyerünk! Megváltozott! Egy gyanúk. Oké, mert arra mentek. Tudod? Erősebb
tüzet, hát neked kell megjátszatnak lenni tüzet. És Joker, szépen volt. Szép. Gyerünk! Adj egy gólpaszt, az is jó! Adj egy gólpaszt ide ki! Ismert föl! Jó, gyere le, tüzes, csere! Levi, menjünk! Jó, mehet, Levi! Vegyél fel valamit! Gyere, Csanád, cserélj a Tomival! Aki Péter? Tamás Péter, mindig! Oroszmák még marad, pihenj! Megvan? Megvagyunk? Mehet, Igor! Szedjétek össze a labdákat, most már csak egy váltás lesz úgyis. Ötös is volt, nem? Hatos? A gólpassz is ugyan itt ér, ha elkapod, átviszed az egyik szélre, és gólpassz, az is jó. De csak rúgd be! Nem az a lényeg, hogy a Jokerrel rúgass gólt. A Jokernak saját magának kell kiharcolni azt, hogy be tudja lőni. Annyit kell, annyi jelet kell adni, gyerünk! Jó, hogy nem áll meg az ellenfél, hogy hagyj rúgjon gólt. Semmi baj, gyerünk már! Nem ezekkel is együtt vagy, csak legyen ki! Kínlódjál egy kicsit, szenvedjél egy picit, érte? Szenvedj meg érte, és megvan, látod? Már föladtad volna, megálltál volna ott. Gyerünk! Levász, beállsz, gyerünk! Amelyiket választod. Menj, vidd be! Laci, vidd be! Tudod, megy tudod. Gólpa! Laci, jó, ha berúgod, meg gólpaszt adott. Tehát te, ha segíteni akarsz, nem kell túlzásba vinni. Gyerünk, hoppá! Gyere, van még egy kicsit, csinálja még egy kicsit, vidd be! De most már várjál, most már ne odafuss, mert most már majd emit kell kérned. Gyere, hoppá, lépjél! Gyerünk már! Van még 3 perc az edzésből, gyerünk már! Tanikám, tiszta passzál! És ér föl hozzá! Érj már föl hozzá! Levi! És vidd, de gyorsíts oda be! Gyorsíts rá! Gyere, válj le! Jó a széle is! Így van, jó. Meg kell várni. Itt van! Az mennyi? Egy, kettő? Kettő, neki. Hát az, oda, ő adta. Hoppá, hoppá! Na, még egy utolsó, nézzük, hoppá!
vidd be, gyors! Nem volt benne, most már benne van, jó. Csere, utolsó emberünk. Ádi. Igaz? Ádinyó az utolsó. Megdönteni az ötös rekordot. Jó, Orosz már cseréljen a Lacival, te cserélj a Mészárossal. Nem kell. Tüzes cseréljen a Erikkel. A Péternek cseréljen a Patrika. Jó. Többiek szenvedjenek még egy másfél percet. Gyerünk! Ha szenvedés a játék. Fájjon, gyerekek, fájjon! Várj egy pillanatot! Honnan jön? Mehet! Utolsó másfél perc, nézzük! Megdönti az ötöt, nézzük! Az a cél Ádinak, hogy az ötöt döntse meg! Ha hozzáér, akkor talán sikerül, de így nem. Onnan jön! Gyerünk, még egy perc, 20 másodperc az edzésből, nézzük! Csináld! Szép! Csináld tovább, egy van! Érjed, aktív legyen! Van még egy perced! Két! Hét, válj le! Honnan jön? Gyerünk! Orosz már szoros emberfogás? Segít az Ádi. Oké, gyere. Van még 50 másodperc, gyerünk. Gyere, velük is velük vagy. Gyere. Azaz, bravo! Jaj! Nem baj! Van még fél perc, gyerünk! Gyerünk át, gyere, kérd el! Gyere, itt mész mögötte! Gyerünk már, még utolsó! Utolsó erőtartalékok, nézzük! Hé, tedd neki! Gólpassz is jó! Na, gyerekek, elérkeztünk a tábor utolsó edzéséhez. Gyere, Huba! Gyere, ide, gyorsan! A logikai íve az edzéseknek az volt, hogy ugye először az első edzésen a párharc kerülő támadó fölfogással próbáltunk megismerkedni, gyakoroltuk. Második edzésen a párharc kereső, harmadik edzésen pedig az érzékcenter és az érzékre alapuló támadójátékot próbáltuk gyakorolni, ugye ez volt délelőtt, amikor már érdekes, mert ugye lényegében arról van szó, hogy hogyan vegyíted a párharc kerülő és a párharc kereső játékfölfogást, illetve hogy melyiket választod eszközéül annak, hogy kialakítsod a fölényt, hogy a fókuszodat, a gólt azt el tudjad érni. Ugye ezt a játék fölépítésében és a jeladásokkal, a mozgás mintákkal próbáltuk gyakorolni, hogyha távolodsz a labdától mindig, akkor nyilván párhoz kerülő, bujkáló játék stílusba próbálsz hatékony lenni, ha pedig mindig a labda felé mozogsz, akkor automatikusan húzod magadra a védőket, és ezáltal egy ilyen párharcba kényszeríted magad, és hogy ezeket milyen százalékban meg hogy variálod. És akkor eljutottunk az utolsó edzés a végére, igazából ezt hagytam utoljára, ez egy végső fázisa ugye a játéknak, a támadás befejezés, érkezés a kapu elé, és a helyzetnek, tehát igazából konkrétan a támadás befejezés. Mind a két szerepkörben jónak kell, hogy legyél, a beadásba is, mert ha nem jó a beadás, akkor igazából hiába érkezik jól a támadó, illetve az érkezésbe és a labda kapuba juttatásába is nagyon jó kell, hogy legyél. Most ezt fogjuk gyakorolni, sőt, versenyezni fogunk benne. Négyes csapatok lesznek, és úgy fogtok, ketten mindig beadnak, ketten érkeznek belül a négyesekből. És tehát nagyon fontos, hogy az a kettő, mert összeadódik a pont.
És a lényeg az lesz, hogy 10 beadás érkezik mindenkinek, és 10 utányat fejez be, nem góllal, hanem hány ponttal. Mert úgy van, hogy ha levegőből egy érintővel direktbe befejezed, az 3-at ér. Ha már lepattant a labda, vagy gurul, de egy érintővel vered be, az 2-t ér. És ha átveszed és úgy lövöd be, vagy továbbítod a társadnak egy érintővel, és ő egy érintővel lövi be, vagy rárúgtad a kapus, és a kapusról kijön, és azt vered be egy érintővel, az mind egyet ér. Mert abban már kettesé? Az egész igen, négy összeadódik. Tehát ti vagytok bent, mit tudom, elértek 10-ből, mit tudom én, 20 gólt, vagy 20 pontot. Aztán jönnek be ők, és onnan számolik tovább, a 20-hoz adódik hozzá. Értitek? És akkor a végén lesz egy győztes négyes, aki legtöbbet elér. Ott a beadások mehetnek, ti választhatjátok ki, hogy jobb lába vagy bal lába adtok, azt majd mindjárt ott elmagyarázom a helyszínen. Az a lényeg, hogy igényes, jó beadások legyenek, jó érkezések legyenek, és a 16-oson belül lehet végig befejezni. Tehát, hogyha kipattan a kapusról, de a 16-oson belül még eléred és rálövöd, akkor az még jó. De a 16-osból már kigurult, akkor vége. Jó, akkor ott megáll a játék. Tehát direktbe levegőből 3-at ér, lepattanó vagy guruló, de direkt egy érintésre belövöd, az 2-t ér. Ha átveszed, és úgy, tehát maximum 2 érintő van, több nincs, 3-szor nem lehet hozzáérni. Ha átveszed és úgy lövöd be, az, vagy hogyha kapusról pattan ki, vagy ha megcsúsztatod és a társad fejezi be, vagy visszafejeled neki, tudod, hogy már kisodróc, és akkor visszafejeled és ő fejezi be, az is csak egyet ér. Tehát amivel több érintés van, mint egy, az egyet ér. Csak a direkt levegőbe ér 3-at, és nyilván, ha kihagyod, az 0. És akkor így a négyesek így folyamatosan mennek, mindenki egy beadásra érkezik. A beadásoknál az, hogy keresztezte, kimegy a rövidre, kimegy a hosszúra, ezt egyelőre szabadon döntitek el. Majd meglátjátok, hogy mi a hatékony, meg milyen. Előre nem mondom meg, hogy kell csinálni, viszont utólag elmondom, hogy mit nem csináltatok jól, jó? Előre azért nem mondom el, nem akarok segíteni, nézzük, hogy álltok ezzel, hogy fogtok érkezni. Kíváncsi vagyok rá. Egyből semmi, számoljátok! Menjen a következő! Állj! Lépsz felé, te indítod a labda nélküli, adja a jelet! Gyere már vissza, Patrik! Amikor lép feléd, akkor passzold rá, nem te találod ki, hanem a labda nélküli adja a jelet. Mert lépje felé, hopp, és finomítsd le neki, és a beadás. Jó. Börögjön már egy kicsit, gyerünk már! Következő, menjen, hoppá! Szép. Szép volt, 0, eddig egyből 0 mindenkinek. Hoppá, és a Csani. Következő. Kettőből nyuszi? Há, ó, erre jó, hogy kijön. Hát. Húja, a gyerekek eddig nem olyan frankó. Eddig úgy néz, hogy a védőtábor lenne. Védőtábor van, ja. Fölszabadítások. Gól legyen, gyerekek! Ki vagytok, halom? De hogy ad már megint a csanát? Csanát, hát a Márknak kell adni, akkor cseréltek. Hát ennyi logika azért lehetne. Mert... Olyankor csak oda megy a csanád, és akkor... Az mennyi? Egy. Háromból egy? Az rossz beadás. Megy, jel már onnan, Péter. Csvárd! Nem baj. Hopp, nézzük. Nem baj, semmi baj, semmi baj. Jól akartad, csak nem jól sikerül. Az templom. Na!
A Dorinát kéne megkérni, hogy kocsival szedje össze. Az egy okos. Az egyet ér, bravo. Mennyi? Négyből egy? Számoljátok! Mi van, Laszkó? Süt! Nem volt, mert... Jó, az még 16-oson belül jó, ha eléred? Nem, úgy már nem. Mehet, következő. Nem is, Domi, te vagy! Az egy. Hogy van? Jó, hát az... Rajtatok áll, hogy adjátok be, meg mit csináltok. Az szép, az kettőt ér. Az egy hármas, szép volt. Vagy a rövid, vagy a hosszú rendesen, Laci, nem jók ezek a beadások, mert így... Hát az mind a kapusé. Nem, jó volt. Az egyet ér. Azért, mert egyből nyomta rá a kapufára, visszajött, az két érintés, az jó volt. Na találjátok meg a társaitokat, ne csak úgy nagyjából add be. Az magyaróval. Az nem jó. Mert már egyet kaptál, tehát nem, az már három érintés. Átvételből lepasszolni nem lehet, mert az egyből három érintés. Ezek az úszó labdák, ezek Laci nagyon rosszak. Hát ez semmi, ez nem beadás. Szép az, egyet ér. Mennyi van, Erik? Nekünk... Hányból? Hát, ha jön a kapus, az fejelgeti a gólokat. Hát így kell ezt csinálni. A jó fejelő meg minden mellé feje. Hanyadik volt ez, Csongi? Az kettőt ér. Bravo! Szép. Ne ízetlenkedj már ott, Patrik! Ott adják be a labdákat, ne ott mászkálj meg szédeleg! Az három? Akkor úgy jó. Nem baj, együtt vagytok, nincs bocs, neked sincs pontod ezzel. Szép volt, Erik, csak fogják kaput. Oda kicsi. Jani, 9 pontunk van. Mit csinál? Erik! Ez volt a hetedik. Találjátok meg egymás, gyerekek, vagy a rövid, vagy a hosszú. Nem lehet így közé. Az hármas, ugye? Még van három beadás. Még egyet kapunk! Jó van!
Menjed be! Ez van! Ez már 8. Ez 8, igen. Ja. Lás volt! 8. Az egy másik kapu, Kristóf, de jó volt. Van még kettő, ugye? Egy van? Kettő van. Ott van, kipattal a kipatt. Jó. Mit? Ja, az nem, mert kettőből lőtte. Két érintőből lőtte rá eleve. Az nem éri, három érintő, meg kettővel lőtte rá. Nem ért bele senki, tehát a kapufa az olyan, mint senki. Nem. Az egy. Hello, kapus elvtár, szuper volt! Az egy. Kész? Nem kérte. Szép volt, csak kaput. Vigyázz onnan! Dehogy volt. Ez jó volt, csak belkett van. Repülni rendesen. Ne bánsd, Laci, mert még a 16-oson belül megfogta volna, akkor az jó. Most már kim van. Laci. Jó, az 3. 13. Jó lesz az egy kis kettő. Jó lesz az egy kis kettő. Jó lesz az egy kis kettő. És lép felé, Erik. Hoppá. Passz. Szép, az 2. Kapufa. Az 1. Jó volt.
csak kettő érintésed van. Azt még átvetted volna, csak a bal lábadat sose használod átvételre, mindig így akarod átvenni, pedig azt most balra átveszed és jobban meg bevered. A hátsók, akik még nincsenek sorba, adják vissza a labdákat. Nem figyeltem. Szép! Látod? Ez átmegy, de az, ami a tiédi, az nem. Ha éles. Az három, levegőből volt. Vagy négy, nektek négy, bocsánat. Ott van még. Az les. Meg les volt. Látod az ellevétel, Laci? Újra ez. Gyertek vissza és indultak újra. Ez nem állja a sok érintő, nálad már két érintő volt, mert így. De ha két össze belér, akkor tied már harmadik, tudod. Az nem, ez nem volt, ez nulla. Ott van még. Bravo kapus, bravo. Bravo Lackó. Hanyadiknál tartunk? Szép, bravo, az három. Vagyis négy, bocsánat, négy. Mindig elfelejtem, hogy nektek. Az alumínium az nem állt a Lackónak. Az még jó, ellövöd, bravo. Az jó volt, hát átvette és előtte, 16-oson belül volt. A labda nélkül indítja, neked kell Ádám felé lépni és úgy kapod. Szép, az még... Bravo, Máro! Nézd már, hova jössz? A kutya! Ilyen vissza kellett volna húznod kapura, és az három. Az egy. Az egy. Lépjél felé, Huba. Labda nélküli adja jelet mindig. Mit csinálsz? Kettő biztos, hogy nincs. Ez az utolsó. Hát ti kezdtétek, tehát nektek már nincs. Vigyázz már, Nacsongi! Az három. Mennyi van neked? Nem. Vedd le! Orosz! Az három labda kint. Már mehetsz is orosz a labdákért? Rátekerheted, de ha nem gól, akkor 100 fekvő. Viszont a Lackó, vagy a kapusoknak is, ha rátekeri onnan,
és nem rúgja be, de megpróbálja rátekerni, és nem rúgja be, az 100 fekvő neki, de ha berúgja, akkor nektek 100 fekvő. Tehát azért, hogy ne gyere ki előbb. Tehát onnan a beadó betekeri neked. Mert az azt jelenti, hogy kijöttél előbb. Visszahoztad mint? Három volt kint? Mehet? Na mehet! Gyerünk! Ez jó volt, mert rövidre ment, Laci. Nem baj, nem baj. Ez jó volt amúgy, csak nagyon vékonyan csúsztattad. Ez jó volt, mert nem volt magas, tehát jött a fejedre, csak ezt be kell ütni rendesen. Már nem mered fejjel? Félsz, hogy megy ki? Csak csináljad, nem kell kedvetlenedni, csak csinálj. Jó lesz az. Igényesebben adjátok be, gyerekek, mert nektek is számít. Az szép, az kettő. Pattant. Következő. Bravo, Lackó, szépen kivetted. Lépj, orosz! Mindig a labda nélküli a gyerek, ne felejtsétek már el! Mogyival! Mehet! Hoppá! Jű, de szép védés volt, bravo! Bravo, Hubi! Szép mentés volt, Csongi! Vigyázz már onnan, Laci. Fejezd be! Esik a koncentráció nagyon, gyerekek, már itt kezd ilyen igénytelen lenni. Levi, egy kicsit jobban koncentrálj. A szép, bravo! Három neki. Tuti, ami fix, az egy. Hát így van. Tehát itt már nektek egyesével is jó. Ez egy verseny. Okosan kell, van benne taktika is, ha jól csinálod. Ők már taktikázhatnak simán. Hát a kicsi.
menjen! Istenem! De most akkor mit csinálsz? Menjél! Vedd le! Figyeljétek, hogy érkezek, szándékosan nem szólok, majd utólag ki... Menjen! Rosszak a pozíciók, sokszor ahol beléptek. Mehet jel, labda nélküli. Figyeljetek, mert mi jövünk, Botni. Figyelő. Gyönyörű. Jó! Gyere, te vagy még, gyere, védjél. Gyere, fogd meg. Fogd meg. Azt már nem lehet vissza, mert kettő volt és az harmadik. Egy érintővel visszateszi, akkor tiéd a második, de így már három érintő, és nincs három érintő. 100! 100 fekvő. Majd a végén. Hol volt a társ? Ez volt a megtévesztés, mi? Az kettő. Hát miért vegy át, ha egyből is megy? Még mehet, ha egyből. Mennyi van a kis? Na nézzük! Az két érintő volt, Igor. A pocakkal kellett ma beütni. Egyből. Lesz. Ott a fej, király! Mennyi van, Botti? Figyelj, de nem tanuljál! Az még három, szép volt! 27, nem? Oló! Még három vele. Egy. Mennyi? Ott vagytok a nyakukon? Nem annyira. Az szép csel volt, Kristóf. Az egy. Bravo, okos volt, Erik, okos. Szép mentés volt, Igor, szép mentés volt. Szép mentés volt. Hát az Igor eladta, az Erik ígért neki egy roston sült csirkecombot. Mennyitek van? Hol tartunk? Az előbbi kettő volt, vagy négy? Melyik? Nem láttam. Amit a tízes ugat. Négyes volt? Nem figyeltem, bocs. Hanyadik, Laci? Még van kettő. Még van kettő, nyolc. Igen? Még jó. Különben is kéz volt. De az két érintő volt, mert nyak meg fej. Gyilkolnak téged morálisan. Jó, hát te is annyit ebédeltél volna. Nem is az ebéd, a reggeli volt csak. Nem is az ebéd a veszély, az igazán reggeli, mert svédasztalos. Az utolsó.
Lőd! Egyre szikerezek volt így. Egyre szikerezek volt így. Engedj le! Na! Az kettő. Van-e, aki nincs még 20 fölött? Nincs olyan, ugye? Mennyi van nekem, van 17. A őknek 17. Csere! Bravo, gyomor! Mert... Az hány érintés volt? Levi nem ért, vagy a... Oké, okay. Akkor az egy. Jó, de jó kis kotrás volt. Jó kis kotrás volt. Na, na nyugalom már. Az már ne, azt már ne bánt, az a harmadik. Egy. Oda lépjetek be a háromszög közepére, és oda készíts le, és akkor jó. Százas. Lacinak meg a Csonginak van egy százas, ne felejtsük. Kicsit jobban fordíts ki a csípődet, és akkor jó. Jól akartad egyébként. Kettő. Az lepattan drop, ugye? Az drop volt, az kettő. Lesz, csanál, nem az, hogy nem is az a baj, hogy lesz, hanem hogy harmadik érintés. Mert.
Nem kéz. Nem adom. Kéz volt. Most már tutik mennek? Három volt, nem baj. Következő. Egy, ugye? Az is egy. Hanyadik van, Csongi? Három van. Az egy. Lackó, védjél. Ki vezet? Mennyi van, Erik? 37 vagy 4? Jó, nektek vége. Az sok. Ennyi? Kapjátok fel a bújákat?